Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Morning Show, nagy őszi road show. Az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. A transzelefonikus EKG egy olyan korszerű távdiagnosztika. És hallottátok? Így van, és ha majd szükségünk lesz rá, mindenképpen be fogunk rendelni belőle hármat. Igen, nem mondtátok, hogy a Györfi kirakott minket adásból. A saját adásunkban tolakodik be a Györfi. 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Még sötét van, Debrecenben nem volt világosabb ilyenkor már? Igen, mert egy utcai lámpa alatt voltunk azért. Ja, igen. De fura. Azért mondom, hogy valami nem stimmel. Na, hát megérkeztünk Pécsre. Hello, drága Pécsi. Sziasztok, jó reggel. Mikor a reggel? Hello. Mosolygos lányok, nem akármilyen lányok, csak mondom, Feri. Jó, hát ennyi idő után már még lányi nem akármilyen lány. Ennyi év házasság után már. Ja, azt hiszem, hogy két nap távollét után már. Csak mondom, hogy reggel, amikor jöttünk ki Ferivel a forgóajtón, és takarítom, én láttam, hogy ott porszívozgat. Kezi csókolom. Hát, hogy tetszik lenni ilyen korán? Jó, mondjuk jó karban tartott porszívós néni volt. Hát azért azt a vitalitást, azt a lendületet rögtön megirigyeltük. Két nap, az két nap, nem? Hát már legalább másfél napja jöttetek el otthon. Arról, úgyhogy megértem, hogy az ember ilyenkor már beindult. De nem, tényleg, hát a pécsiekről tudjuk azért, nagyon sokat vagyunk Pécset, hogy a pécsi lányok azért, a pécsi lányok világhírűek, tehát valóban. Valóban nagyon csinosak. Na, jó, mi újság van? A pécsi fiúk is. Nem, jó, a pécsi, persze. Már húztad a szádat, hogy csak a nők már megint. Ti pécsi is akkor. Pécsi fiúk. Radar bejelezett. Radar? 150 méterre van most. 150 is közeledik. Nem ez a kérdésem, hogy este mennyire volt a... Este egészen közel jelzett a radar. 150 és gyorsan közeledik. Igen. Óriási egyébként, hogy tegnap napközben még gondolkodtam ezen a radar dolgon, hogy még amúgy úgy hány különböző kaszt, hány különböző felekezet, hány különböző irányultság készíthetne magának egy ilyen saját radart, nem? És akkor mindenki mindig a hasonlóval találkozhatna minden városban. Bármiről legyen itt szó, bármilyen érdeklődési körre. Szerintem egyébként nagyon sok ilyen van. Zseniális. Tehát ahogy ez megvan a melegeknél, a heteroszexuálisek, mindenkinél van ilyen radar. Tehát azt talán még a Tinderen is megmondják, hogy milyen messze van tőled. Lehet, hogy nem, de egy nagyon sok... A református prokátoroknál, a vízvezeték szerelőknél, a mezőgazdasági pilótáknál, a traktorosoknál, én is traktoros, te is traktoros. Hány méterre vagyunk egymástól a gabonaföldön? 400, akkor arra kanyarodok. Felével beszélgettünk tegnap róla, hogy adott esetben egy pár év múlva simán el tudjuk képzelni, hogy mondjuk a kitelepülésünket mondjuk nem egy civil autóforgalmazó, autógyártó cég fogja beszponzorálni, mint ebben az esetben a Suzuki, hanem mondjuk egy traktorgyártó cég. És traktorokat lehet majd nyerni. Annyi, hogy ne szponzorautóval kell menni a helyszínre, én annyit kérek, jó? Tehát, hogy egy 6,5 óra, mire egyébként kiérek az M6-osra a nullásról, tudod? Tehát, de mennyire nagy lenne? Már ki is találtuk egyiket a szlogent, összeboronálunk. Igen. Mert tegnap volt, azt hiszem, az év traktora választás, mert van ilyen, kérlek szépen, és van, nem tudom már ki volt a nyertes, megnéztük a Janival, egy gyönyörű zöld traktor. Tényleg? Egy gyönyörű. Tehát be kell nevezni az év traktorát? Igen, benevezed, és akkor van nyertes év traktorából, és itt most azt hoznánk. Tehát itt a parkolóban nem a Vitara állna, érted, hanem nyerni. Zöld színű, nem tudom milyen traktor. Az év traktora. Az egyébként jól. Na, milyen volt az út tegnap? Hogy telt? Ó, te elhussant az egész. Az a, csak 500 kilométert autóztunk. Én azt hiszem, hogy olyan 150 ezer forintnyi bírságnál vagyok. Ez csak a tegnap. Igen. Mert nem érdekel, mennyi, csak érjünk már. Mondom, ezt én már nem bírom. Gyerekek, a Janival, ezt már megint egy csak ha valaki nem tudja, arról beszélünk, hogy Debrecen után ti ketten mentetek át egyből ide Pécsre, ami azért barátok között is egy 4-4 és fél, inkább 5 óra, ugye mire fölérsz Pécsre, állsz, iszol, tankolsz, pisilsz, mész tovább, azért alsó hangon az 4-5 óra. Neked tudod, mennyi alatt csináltam meg? Mennyi? 3.35. Ne! De! Ne. Ott nem volt része a gyerekek. Úgyhogy most kérek elnézést a forgalmazótól, majd a Suzuki-sokkal beszéljünk. Egy ilyen újra gyűrűzés kell a motorra. Annyi, hogy Feri nem váltott föl kettesnél tovább, és 8300-at pörgött a motor, amikor csutkán kinyomta a szemét, konkrétan kettesbe 90-nél. A szemét tapostam ki a gépjárműnek, és mondom, hogy szolid becslések szerint vagyok 150 ezer forintnyi büntetésnél, tehát két ilyen álló trafit csíp. Mondogatod, mindegy mennyi, még egy várasztorit meg kell hallgatnom. Érjünk oda. Hát figyelj, azért az emberes volt az a távolság, tehát én négyszer frissítettem rá vazéra, mert nem hittem a szememnek első körbe. Én tudod, gondoltam rá, hogy alapon ugye kijött egy ilyen 4,5 órát. Igen. És nem szóltál, hogy trafipax van? Nem szóltam volna.
Miért? Hát ne szórakozz! Ott ülsz mellettem, családtag megy az vagy? A szar, és hát nem ért, szólsz. Az én zsebemre megy, nem. Ült, hát nézte, és mondta, hogy megint átmentünk. Aha. Megint tudod, átmentünk. Ki fog el? Fe? Már mindegy, nem ért. Na, mindegy, se. Értitek? Érted? Én hozom, én szenvedek, azt nem szól, hogy trafipax van. Így van, lehet, hogy egyébként összehozott egy ilyen klasszikus mesterhármast, így trafipaxok terén, mert hogy én annyira a hátsó ülésre kéreckedtem egy idő után, mert egy kicsit elfogytam már, amikor már így, hogy hívják, már így. Már nem volt témád, és már mindent, és már a lőrinci piacon a leértékelt kemiból sztoriát is elmondott háromszor. A szád négyszer kiszáradt, és öblíteni kellett, annyit beszéltél. Már be kellett vénásan ültetnem egy kanült, és úgy, hogy úgy kapjak egy kis folyadékot, mert kiszáradtam a beszédbe. Akkor mondtam, hogy hátra fekszem. Itt Feri kifújta a levegőt. Az utol... Meg vagyok, lassíthatok. És először azt hittem, mert hoztam magammal füldugót is, szemlekötőt is, stb. Adom azt hittem, hogy tudok majd aludni egy picit. Csak egy idő után észrevettem, hogy a Feri kihasználva a helyzetet, hogy nem ülök mellette, és nyilván egy picit pánikba esül, hogy felébredek, és megint belekezdek valami sztoriba, hogy elkezdte neki nyomni. Aminek következtében a hátsó ülésen, a két hátsó ajtó között mandénereztem végig, egészen Pécsi, ki kellett támasztani magamat lábbal. De nem érsz végig a két ajtó között? Nem. Nagy autóval jövök, érted? Figyelsz, akkor megtámasztod a lábadat, csak akkor tudsz mandénerezni, nem érsz végig. A következő történt, megmutatom, figyeljetek, ezt a pécsiek fogják látni. Következő, voltam így hátul. Jani felfeküdt az asztalra. Voltam így hátul, először ez így nagyon jól ment, csak egy 100 kilométeren keresztül ez volt, hogy... És most rúgdassa az üvegspúdióba. Mondom, basszus, nem, és utána pedig így két lábból így kitámasztottam magam, így két kézzel a másik ajtónál, és így feküdtem 40 percen keresztül, tudod? Várjál, nem mozdulj, fogom. Miért nem szóltál, hogy nem tudsz aludni? Ez az a szakasz volt, kérlek szépen, nem jöttem végig az autópályán. Igen, megcsináltam. Nem jöttem végig az autópályán, hanem le tudsz jönni egy kihajtóval korábban, és a meccseken keresztül jössz. Igen, az a, na, nem mész tovább az M60-oson, nem lejössz, ugye? Igen. Igen. Melyik az a város? Az a kettő között van. Kettő mi, között, tudom, én lejöttem. Na, sportfokozat, Jani alszik, mondom, akkor egy kicsit meccsek. Jani alszik. Hát én nem tudtam. Hát a hátra menti aludni, gondoltam, a majd szólsz, ha baj van. És akkor sportfokozat, és ott egy picit vissza, kettő, háromba. Hátul a kis csomag, meg balra, jobbra, balra, jobbra. Kicsit én hallottam, hogy valami koccan, de nem tudtam, hogy te vagy. Ne, igen, az én voltam, és aztán amikor meg elkezdtem szenteredni, akkor meg tudod egyszerűen. Megszólalt a Ferinek a telefonja, és nem tudta lelőni. Csak annyit hallottam, hogy anya, hol vagy te, Roman? Érted, összeraktam Bluetooth-tyal az autóval, és akkor a csöngő hangom az hangosan ott nyomta. Annyi volt, hogy Feri negyed óránként leadta a barátainak, hogy 10 óra 10-kor Józsi, 10 óra 30-kor Peti, 10 óra 40-kor Gábor hívja őt, tudod, hogy kicsi legyen egy ilyen álbeszélgetés valakivel, hogy kicsit le tudjon fűzni. Én nagyon sokat gondoltam rátok, amíg ültem a Benivel a wellnessbe, meg mentünk hazafelé a család, hogy vajon most miről beszélünk, vajon most mi történik. Nem beszéltük semmiről, mert mondom, éreztem, hogy hívják, hogy mondom, vagy Feri beszélgetni akar megint, azért akar felébreszteni, azért nem hagy aludni, vagy pedig beneveztünk így hirtelen a meccsek rallira, mert hogy ennyi, te mondtad, ennyi időnk hogy sietsek, van. Mert valami mondom, mentünk, mint az állat. És akkor tudod, így megálltunk, és Feri 3.35. Négyfizetés, nem számít, viszont megoldottuk 3.35. De megcsináltuk, egy tankolás volt benne, azt kivettem az időből, tehát az csak én csak a menet időt számoltam, és az 3.35 ja. volt. Le a kalappal, az nagyon szép idő. Az nagyon szép idő, igaz, hogy egy kisebb középkategóriájú autó árát fogod kifizetni büntetéssel, hát viszont az 5 óra helyett 3.30. Jani azt mondta, hogy neki 3-ra itt kell lenni, találkozóival mondom, én leszállítom, érted? Én hozom a csomagot, itt baj nem lehet, nem lesz olyan, nem lesz olyan. De egyébként meg utána, és még egy büntetést összeszedtem, mert okosan megparkoltattam az autót a hotel mellett, fölmentem, és ahogy lejöttem, egy olyan kék cetli volt rajta, hogy örömmel. Tényleg, én is ott a hotel előtt. Nincs valakinek ismerőse itt a pécsiek közül erre? Senki? Vagy Jár. Valaki el tudna ugrani a postára befizetni? Adok cash. Ja, igen. Ja, Feri odaadja a cash, mert 4 napon belül az csak 4 az én hányó zacskó. Ne haragudj. És a hotel előtt álltam meg, nem büntettek meg. De na, jó. Most ahol te tudod, hol álltál meg? A kanyarodósáv kellős közepén. Ilyet te még nem láttál. Tehát megy a jobbra kanyarodósáv van a hotel előtt, ekkora tacepaó van kitéve, ne álljál meg, mert ez nem parkoló. Kiállott? Hát na de mit csináltam? Rátolattam az a hátam mögött állóra, meg gondoltam, ő ott áll, hát akkor nekem is. Hát ott állt egy csomó autó, ott azt láttad. Hát gondoltam még egyet, mert a betókrakni. Azt mondta ott a recepció, mondták, hogy nem vagyok útba, hogy ott lehet állni. Úgyhogy menő. Aha, tisztelt, azt mondja, tisztelt Rákóczi úr, először is gratulálunk az új 335-ös megyei csúcshoz.
amivel letudta a Debrecen-Pécs távolságot, egyébként pedig ön megszegte Pécs megyei jogú város önkormányzat közgyűlésének 49/2011-es számú Pécs város környezet kímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a... Igen, nem baj, ha nem olvassuk. Mennyi a bünti? 4000? 4000 nem, 1000, most 1900 forint. Oh! Mi van? Köszönjük, kérnénk egy új asztalt, egy új laptopot, egy új nadrágot, és kikérem magamnak, hogy 1000 forint a büntetés. Kikérem magamnak, hogy ennyi a büntetés. Na, jó, én Pesten valahova rossz helyen állok meg, és azonnal 4000 forintot fizetek. Ennyire fontos Balázs számára a műsor költségvetése, hogy rögtön gyártod magának egy üvegszilánkot, hogy felvágja az erejét. Kikérem magamnak ezt. Tényleg 1000 forint a büntetés? 1900. Hát miben más egy pécsi rossz helyen parkoló, mint egy pesti rossz helyen parkoló, kérdem én? Hát ugyanúgy törvényszegünk, ugyanúgy. Így van, de itt kedvesebbek a rendőrök. Csipke Rózsika vagyok, nyald le a véremen. Vigyázz, komolyan veszi. Megvágtam magam a rokkával. Hogy 1920 forint 15 naptári napig, és utána 6560. Na hát ez az, Pesten meg 4000 valamennyi. Igen, és aztán meg 10 valamennyi. Hát komolyan mondom, nem azt mondom, hogy a pécsieknek vigyék föl. A pestieknek vigyék le? Nem? Aha. Hát ugyanúgy tilosban parkolsz, itt is, meg ott is. Mondta miért? Balázs, miután észrevett, hogy kezdenek elszállingozni hazafelé a pécsiek. Gyertek vissza. Én nem ezért mondom, de hát tilosban parkolni mindenhol ugyanolyan vétség. Miért olcsó? Miért vannak a pestiek ezzel megbüntetve jobban? Miért nem itt is ez? Nem így van? 4000 valamennyi, ha 15 napon belül befizeted. Mert itt csak 1000 valamennyi. Hát miért? Hát ugyanúgy tilosban. Legyen ott is 1000. Nem itt is 4000, értitek? Mert nálunk... Próbálok belőle kijönni. Mert nálunk ott sokkal több zsebben megy ez a pénz. Ide is ment egy pici a nadrágom. Egy picit ide is. Itt a nadrágom. Én pedig nagyon megijedtem. Kéne vigasztalni. Itt még egy picit, itt még nézzük. Hát ezek történnek, látjátok itt a szemetek előtt. Amit nem láthattok a stúdióban, azt most mind láthatjátok. Úgy érzem, hogy itt az ujjacskám is egy picit bibis. Adj rá egy basszus, puszit, kérlek. Azt hiszem, ez egy kígyóharapás. Jézusom, csak nem. Nem valami durva mecseki viper az. Istenem, a méreg kezd szétáramlani az ereimben. Na, ja. megmutatjuk gyorsan, hogy mivel foglalkoztunk a tegnapi nap. Egy rövid kis ismétlés erejéig, jó? Csak, hogy mindenki jó, hangulatba jó, jöjjön. Addig mi játékost választunk. És aztán jövünk vissza, jó? Úgyhogy megmutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, aztán már is itt vagyunk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Szóval ilyen hangja van egy porciónak. Ezt is megtanultam. Így van. Ez jó. Ezt is tudom most már, hogy milyen hangja van egy porciónak. Össze kellett itt porciózni az üveg szilánkokat. Na, fél hét múlt 2 perccel Pécs a helyszínünk, Bajcsi Zsilinszky utca és Nagy Lajos Király útja sarkán lévő parkoló. Hát nem lehet nem megtalálni bennünket egyébként. Úgy látom, hogy sok pécsinek sikerült, hál' Isten, itt vagyunk Pécset, így van. A szokott helyszínünkön, ugye, ez általában a kis megszokott helyszínünk. Voltunk már itt többször, szeretjük ezt a helyszínt. Csak akkor nem hoztuk magunkkal a szinte teljes Suzuki palettát, amit meg lehet nézni, majd hogyha hátrafordultok, meg lehet egy csodálni, gusztálni, az egyiket pedig meg is lehet nyerni. Itt van az Ámbó család kedvenc autója? Jimny? Ott van Jimny? Jó, ott van, megvan. Megvan a Jimny is. Na, kell vele csinálni egy selfie, drága pécsiek, jó, valamelyik Suzuki modellel, azt megmutatni a hostess lányoknak, kaptok regisztrációs kártyát, azt kitölteni, és aztán imádkozni. Jó Isten, Buthához, Mohamedhez. Na, kibiben hisz. Kibiben hisz, jó, hogy ti legyetek a szerencsések, akit kihúzunk majd 10 óra előtt, 10 perccel körülbelül. Nagyon szurkolok a pécsieknek, mert tegnap a debreceniek közül egy kamionos lány nagyon nyerte az első, nem hitted el, egy ilyen ropi lány. Gyönyörű, aranyos, és benyögte, hogy ő kamionozik. Mi van? Igen, az váratlan. Igen. Váratlan fordulás. Ha valaki tud ennél jobbat, akkor jöjjön. Igen. Na, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, ha van friss közlekedési híretek, küldjétek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Gyűszi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Drága pécsiek, itt vagyunk. Gyönyörű időnk lesz ma. Már nincs köd. Már most gyönyörű idő van, így van, süt a nap, nem sokára, tegnap ilyenkor még, hát nem nagyon tudtuk definiálni, hogy hol vagyunk egészen pontosan, csak azért, aztán mert... tízig sem, igen. Mert hogy szegény Debrecen ki sem látszott a ködből. Így van, fene nagy köd volt. Na jó, ne. Négyezre küldik el egy napi. Moris, fene nagy köd van. Na, hogy álltunk tegnap játékkal? Ki nyert? Nem emlékszem. Gyönyörű egy pontot szereztünk. Hát, megszereztük? Igen. Így van? Hát tegnap ilyenkor még 0-0 volt. Jó, de 5 perc múlva már 1-0. Na, megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, hello. Elektor Kalandor. Hello, jó reggelt. Hogy hívna? Fanni. Hello, Fanni. Fanni, honnan jöttél? Hát kaposvári vagyok, csak itt járok, ide járok egyetemre. Egyetem? Milyen egyetem? Hát a Pécsi Tudományegyetem. Jaj, te hogy lehetsz ilyen? De, én meg más hittem, hogy a Szegedi. Hát akár oda is járhatnék. Na hát igen, de hát ugye ez Pécs. Azt hiszem politológiából kellett ide jönnöm pótvizsgázni, mert a politológia tanára... Máshol nem engedtek át. Igen. Ez volt az utolsó lehetőség. Itt tudtuk megvenni a tanárt. Két disznóval és némi készpénzzel. És életeszélyes fenyeget. A Pécsi Egyetemen tanított, és mondta, hogy akkor hajlandó pótvizsgáztatni, milyen durva, nem? Ha lejövünk Pécsre, ezért levonatoztunk ide Pécsre, és tudom, hogy a vonaton tanultuk még az anyagot, és aztán valamilyen kegyelem kettessel átmentünk. Politológiában, ez nem érdekes ez a történet. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Legyen így! Veled, hisz te egyetemet végeztél. Kegyelem kettes. Legalább mi egyetemisták tartsunk. Igen, össze. Mi értelmiségje. Na, szóljatok Annának, jöjjön Skype-ra. Jó? Ne haragudjatok, akik itt álltok, szóljatok már Annának, hogy mégis jöjjön Skype-ra. Írjon rá, mert nem tudom, több Anna van, és nem tudom, nem találom egyelőre, hogy melyiken van. Szóljatok Annának, jöjjön Skype-ra. Skype-ra, hogy megismered, hogy Skype-re. Ja, számolj vissza, János. Tessék, 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Gondolom, én is. Szeretnék kérdezni. Mesélj hát kérdeztetek. De kérdezek én, jó? Mesélj kicsit az egyetemről, nagy bulik vannak? Persze, sok... Sok buli? Uh-huh. Milyenek a pasik, jók? Vannak jók. És te hogy állsz a pasikkal? Van barátod, nincs barátod? Nincs. Miért? Mi ennek az oka, hogy egy ilyen csodálatos lány? Mert most a tanulásra koncentrál. Istenem, a tanulásra koncentrál. Mennyi idős vagy? 18. Ó, hát akkor még egyébként korai lenne. Mi leszel majd, ha elvégzed? Hát újságíró szeretnék lenni. Újságíró? Melyik? Milyen vonalom? Hát igazából a filmek meg a divat érdekel. A film és a divat. Uh-huh. Kérdezte. Miért lettem műsorvezető? Miért lettem műsorvezető? Elkísértem egy barátomat a válogatásra, és aztán ő helyette engem vettek fel. És így indult a dolog. Eredetileg politológus szerettem volna, de sajnos a kegyelem kell. Jó reggelt kívánunk minden pécsinek, mert látjuk, hogy nagyon élveztétek ezt. Sziasztok! A sodró lendületű játékot. Nem volt erős, de megadjuk, természetesen megadjuk. Jó voltál, én voltam a béna. Nem, egyszerűen nem tudtam felvenni a fordulatszámot itt. Olyan voltam, mint egy trabi, akit itt rúgnak, de nem indultam be. Ó, köszönöm szépen. Tessék. Van egy ajándékcsomagod. Így van. Jó? Köszönjük szépen a játékot. Köszönöm. Puszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Hello. Nem ment, gyerekek. De nagyon, te, ahogy tépték egymást, érted? Oda-vissza ráncigálta. Hihetetlen küzdelem volt tényleg. Elmúlt évek leggyöngyebb. A gigászok csatája volt. Nem, egyszer nem bírtam vele. Nem sistergett a levegő. Annyira sistergett. Nagyon sistergett. Hát akkor viszont így egy-egy. A betyárját. Most felhúztam magam. Ugye? Na baj, akkor hol? Megmutatja. Na jól van, drága picsek, sikerült már szelfizni a Suzuki-kkel? Suzuki-kkal. Kikkel? Hát a Suzuki-kkel. És mi látod, hogy zseni, mert a válasz maga érni. Kikkel? A következő szlogen. Kikkel Suzuki-kkel. Mindenki csináljon szelfit, ez nagyon fontos. Jó, csináljátok szelfit, mutassátok be a hostess lányoknak, kérjetek regisztrációs napot, töltsétek ki, és aztán dobjátok az urnába, mi pedig 3-4-10-kor sorsolunk majd. Akik nincsenek a helyszínen, azoknak meg mondjuk, hogy küldjenek SMS-t. Hogy jöjjenek ide egyrészt, ha nem tudnak, akkor pedig küldjenek SMS-t, és írják le, hogy miért szeretnék ők megnyerni ezt a gyönyörű Suzuki-t. Ez 1.6 GLX-et, ami a legjobban felszerelt. Bizonyám. El lehet küldeni egy Suzuki modellt, csak hogy simán egy Suzuki, mint S-Cross, de lehet mellé egy kis történetet írni, hogy hány éves a régi autó, kinek szeretnétek, miért szeretnétek. Jó, küldjétek el. Régi Suzuki modellel lehet nevezni? Hogyne, régi Suzuki modellel is. Lehet, de nem alapfeltétel, tehát lehet régi, nem tudom, Volkswagen-ed, vagy régi Opel Corzát, bármi lehet igazából. Bármi lehet. Jó, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
Morning Show Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. Eltűnt a mikrofonom. Tolvaj. 7 óra múlt pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk minden pécsi hallgatónak. Drága pécsiek, még nem késő ám ide jönni. Egyébként nagyon sokan vagyunk már itt az üvegstúdió előtt. Gyermekek, idősek, felnőttek, mindenki itt van. Hello! Csáó, reméljük, hogy sokáig tudtok maradni, vagy vissza tudtok jönni, mert aki dobott az urnában, az ugye hát 3-10-ig kell, hogy itt legyen, vagy kell, hogy visszajöjjön. Mert hogyha nincs itt, és esetleg az ő nevét húzzuk ki, akkor nem lehet boldog autó tulajdonos. Mindenki szelfizet, jól viselkedtek, csináltatok közös fotót valamelyik kis Suzuki-val? Sikerült? Nem. Mondja, a két hosszú lány áll, az egy nagyon morcsú. Nem. Nem akarunk, nem is. Jó, nem azért jöttünk, hogy nem van, nem csinálunk, nem csinálunk szelfit. Nem kell, mindenképpen nem szabad elmenni egy ilyen nagyszerű lehetőség mellett, hogy megnyerjetek egy Suzuki Vitara GLX-et Karira. De most mi lehet a kifogás tényleg? Most már oda mentek a kis oszteszeink, azért ne bántsátok őket, jó, ha nem akar, nem szelfizik, de hogy mi lehet a kifogás, hogy nem tudok Pestre jönni? Hát nem, hát még nem melegedett be, még kicsit barátkozik, tudod, oldódik, sokan vannak, most olyan ciki oda menni, majd megyek, mikor nem figyelnek, most nézett a bali, most de durván bizsergek. Jaj, még mindig milyen jó pasi, úristen, ezt nem bírom ki, Jézusom, kiolvadok a bugyimból, hogy valaki igen, jaj, gyorsan. Akkor te is hallottad ezt az előbbi beszélgetést? Jó, azt hittem, csak én hallom. Jaj, de jó lenne, ha Jani rám nézne, akkor megint visszaállnék a normál üzemi hőfokra. Kihűlnék, igen, annyira aranyos a pécsék, nagyon sokan vannak, akik nagyon-nagyon régóta hallgatnak már minket, és ők mindig meglepnek minket mindenféle különböző ilyen régi, tényleg a múltból elő robbanó ilyen fotókkal, megjelenetekkel. Balázs az egyetlen olyan az ismeretségi körülmény, de most komolyan. Na. Aki megnéz egy fotót, és nem, tehát nem maga a régi hangulat, nem a feeling, nem, hogy tudtam felvenni egy ilyen farmerhez, ehhez a cipőhez, ezt a pól egyszerűen nem értem. Nem. Hogy? Gyerekek, ez nem egy 5 éves fotó, azért ez nem egy nagyon rég múlt. Sok idő ám az. Igen, sok idő telik el, sok minden változik az ember. Az érdekes, hogy nekem még mindig megvan egyébként ez a terepszínű térnadrág, és simán felvenném ugyanezt a pólót hozzá, meg ez a... De ebbe a kardigánba ballaktál nagyjából 8-ban, tehát hogy igazából azért neked azért olyan nagy változás nem volt. Nekem se, de az ember megállapítja, egyébként nem 5 éves, az amikor elkezdtük a Danubiust és a Klaszt, tehát ez egy ilyen 7-8 éves fotó. Úgyhogy ez majdnem konkrétan eltett lassan 10 év. Hát az ember megállapítja, persze, minden fotón megnézed magad, nem? Majd családi fotón is megkeresed magad, és aztán kiröhögöd saját magad, hogy úristen, de hülyén nézek ki. Hát ez alapfelállás, az ember megkeresi saját magát a fotón, aztán jót röhög a haján, a ruhán, a 8-10 évvel ezelőtt azért... volt hajad. Nem úgy, mint majd Debrecenben, illetve decemberben. Debrecenben lesz a hajvágás? Igen, el kell mennem pulykakakat venni és hajat vágni. Debrecenben. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink így korán reggel, kivel, mi történt. Így korán reggel, ki mit üzent nekünk. Azt mondja, hogy szeretnék elköszönni tőletek, 5 éve vagyok törzs hallgatótok, de ma hallgatlak titeket utoljára. Holnap indulok Angliába, szerencsét próbálni. Köszönöm nektek a sok vidám reggel, sziasztok, Tomi. Le lehet tölteni. Ott vannak a torrent oldalak, ezt mi nem támogatjuk természetesen, de tűrjük. De nem csak torrent oldalak, hanem hát hivatalos podcastekben is ott vagyunk, és igen? Letölthetőek vagyünk, azt és meg nem tudom, hogy mi az a Anna podcast, már följött Skype-ra. Anna megérkezett Skype-ra. Podcastekben ott vagyunk, úgyhogy töltsétek rá. Ez drága egy ilyen podcast. Hát nem, igazi kezdet nem tudsz, akkor itt vannak ezek a podcastek, amik azért olcsóbb igaz. De neked igazi van. Nem eredeti, hamis podcast, de abszolút jól működik. Használjátok. Na, Bali ezt a bögrét ajándékozta el. Ki írta ezt az SMS-t? Valaki vicceskedik, mert meglátta, hogy egy ilyen egy papír pohárban kapom. Hát ugye most már ahhoz tetszajok nem adnak igazi bögrét. Hát összetörtem egy kis üveget. Ez nagyon szívesen, már tegnap is ilyet írtam alá Debrecenben. Ha valaki erre igényt tart, akkor megnézhetjük, hogy ki az, aki korán elküldte az SMS-t, szívesen odaadom. Azt mondja, hogy imádlak benneteket, fiúk, sajnos munka miatt nem tudtam csatlakozni ma hozzátok, érezzétek jól magatokat. Pécset, millió puszi nektek, Viki Pécsről. Viki, drága vagy, köszönjük nagyon szépen. Nagyon aranyos vagy. Az összetört LaFerrarival lehet jelentkezni? Kérdezi egy hallgató. Abszolút persze. Lehet. Uh-huh. Persze. Simán. Persze. Be is számítjuk a Suzuki Vitarába. Így van. Még már egy 8 misit rá kell dobnod. De... Hát Istenem. Igen. Kicsit rádobsz, itt hagyod a roncsot, beszámítjuk roncsértéken, de be lehet jelentkezni, persze. Itt ezeknél a Suzukiknál nem kell attól tartani, hogy nem fognak bemelegedni mondjuk ilyen 30-40-50 km alatt sem. A versenygumik, ahogy mondjuk a LaFerrarinál, ugye be kell melegíteni előttük, ezek igazán használható autó. Én leteszteltem tegnap az S-Cross-t,
kanyart bírja a lecseken keresztül, úgyhogy... Szerintem, Feri, mi úgy fogjuk visszaadni ezt a két autót, hogy a motor nem, hogy szimmetrikusan szépen fog járni, hanem egy normál hang nem lesz benne. Tehát csak félre fog verni, mint a óratorony tűz esetén, és szelep hangja lesz, tehát, hogy... Nem, azt szerintem bírni fogják. Pont abszolút, azt erre van kitalálva. Ugye? Persze, tehát csináljuk a meccsekben azt, kettesben 80-nal 6000-en. Mától nagyon durván, hogy megtudjuk egy hétvégéig, fia, ha bennünket vér, azért mind a ketten, én emlékszem még egyszer egy soproni kirándulásukra Budapest-Sopron távon, ahol a két gyilkos mentünk valami díjkiosztóval, hát gyilkos módon vezettünk, hogy akkor, ha pénteken el tudjuk mondani, hogy az az autó, amit mi megkaptunk, még működőképes, akkor mindent bíraszozunk ki. Én adom neki rendesen, nem voltam hajlandó hármasba váltani az autópályára. Egyszerűen azt mondom, hogy nem, kikérem magamnak, hogy hármasba kelljen váltanom, úgyhogy, de egyelőre itt vagyok, és megérkeztem. Viszont, na, lenne egy nagyon fontos projektünk, amit mindenképpen meg kellene lépni. Korán reggel beszéltünk róla, hogy Feri szeretné támogatni a helyi költségvetést némi kisebb összeggel, egészen konkrétan 1920 forinttal. És mivel én is utasa voltam az autónak, és egy picit miattam is álltunk oda, ahol álltunk, ezért a 20 forintot én adom bele. Nagyon kedves van. Viszont... Van kölcsön egy 2000-eset? Ja, de most... Basszus, nem. Nincs nálam apró. Mindegy, akkor a 20-as se. Viszont szeretnénk kérni, illetve keresni egy nagyon kedves pécsi lakos, de nem baj, hogyha nem pécsi, csak menjen a postára, azt adja föl, de nagyon gyorsan. Tényleg, egy becsületes ember, mert most tényleg? Tudod, mi van, és hogy így kitöltöttem a csekket, jó. Adok neked lóvét. De ha lelépsz a pénzzel, akkor itt nem csak az van, hogy ellopsz 2000 forintot, mert nyilván nem. Még hanem... 3-at fizetek, ha elmész vele. Húzzál már, ne! Még 3-at azonnal, hát akkor mert akkor van. Meg 14-et kell fizetned majd otthon. Tehát, hogy még 3-at. Megy valaki jó. Postára? Nagyon jó. Tényleg? Tetszik menni postára? Igen? Tetszik menni postára? Elmegyek, igen. Jaj, de aranyosnak tetszik lenni. Jó, de adok. Most csak azért nem kell. Adok 3000-et, hogy ne is tessék visszajönni a csekkel. Jó? Jó, adj szívjon egy kicsit a Feri. Köszönjük szépen, mindjárt aláírjuk ezt is. Jó, tehát egy ajándékcsomagért cserébe valakinek fel kell adni ezt az 1920 forintot. Biztosak vagyunk benne, hogy itt találunk elég ja. Becsületes embert. Ott is jelentkezik egy. Mindenki jelentkezik a postára. Gyere egy picit, castingolunk, hogy kimenjen postára. Hol van itt a helyi posta? Igen, tudod, hogy hol a posta? Igen, itt. Fönt kell menni a Zsolnainál. Hazudik, el akar lépni. Emel akar menni. Itt föl kell menni valahol. Sose látott többet a csekket. Sose látott többet. Mennyi? 1920? 1920 forint. Adjunk pénzt. Hát nálam egy fillér sincsen. Az egyébként egy... Jó ide jó, tessék. Én azt gondolom, hogy egy jelenről mutató gondolat. Vagy várjál, úgy is ér, hogy nem adunk pénzt? Akár. De aranyos vagy. És úgy, hogy te adsz nekünk pénzt még ezen. Ki az, aki... Ja Istenem. Ki az, aki tud egy másik postát? Nem, ki az, aki elmegy úgy postára, hogy nem hozza vissza a csekket, és elfogad tőlem még 2000-et. Nem áll! Ne csináljátok! Nagyon jó. Ez legyen. Jó, ki az, aki még csomag. Tud nekem hozni 3-4 kaparós sorsítést a postáról? Az van, hogy a csomag teljel. Csak akkor van, ha visszahozod a csekket. Igen? Aha. Hát, jó, legyen így. Nem okay. Áll. Én megbízom. Én meg... Mi a nevet, hogy hívnám? Jenny? Én megbízom Jennyben. Uh-huh. Én ránézésre azt mondom, hogy ő visszajön a csekkeddel, Feri. Majd beszélek vele egy kicsit később. Jó. Parancsolj. Mikor nyit a posta Pécsen? Januárban? Szerintem 8-kor. És mikor mész? 8-kor elmegyek akkor. És visszajössz aztán ide? De cuki vagy, nagyon rendes vagy. Nem fogadhatjuk el, de igen. Ezt nem fogadhatjuk el, te kérted. Jó, szelfiztél már egyébként? Csináltál képet? Cuki vagy? Jó, tessék képet csinálni. És akarod, hogy a kulcs is a tiéd legyen? Itt befizetni. De nekem most már elintéztük neked. Na, megvan. Figyelj, megvan. Annyi, hogy még 2 kiló túró, fél liter tej, meg egy briós kéne a Janinak. Jó, van mindenképpen. A hétvégi bevásárlás a 2 zöldborsó konzerv és egy tofu konzerv. Jó, és egy kiló rétes liszt. Mit csinálsz most mi kiveszel belőle valami? Nem, csak megnézem, csekkolom, hogy összesen mi van benne. Nem, csináld igen. Azt, hogy mindennek a felét adod oda. Tépd el a sapkát, a jó, bögrét. Tényleg, jó, a másik felét odaadjuk. Ha visszajön, tudod? Hát ezt így szokták csinálni, hogy a 100 dolláros eltépik, és akkor a visszajön. Jó, van benne egy nagyon jó kis morning show sapka, egy nyakbaakasztó, egy bögre. Így van. És igen, az a papír zsebkendő, amin Balázs vére látható, mert ugye reggel megjött neki. Gyerekek, reggel majdnem levágtam az ujjamat, konkrétan ilyen baleset. Jó, jó kis bibi. No,
Jó, akkor várunk vissza a Jenny, jó? Jó, oké. Okay. De akkor elsőgé. Most elviszed a csomagot? Most nem adod oda a csomagot? Nem most adom oda, majd akkor megkapja, visszahozta. Ez milyen egy rohadt bizalmatlan, de tényleg mi a szemét. Köszönöm szépen. Vannak tapasztalatok. Én adjuk oda előre. Én szerintem visszajön. Én egy 20-as teszek rá, hogy visszajön. Ki az, aki azt mondja, hogy nem jön vissza a Jenny? Nem, és én már bejelentkeztek, hogy nem jön vissza. Imádnám, ha nem jönnél vissza. Küldj rá egy SMS-t, én megtalálom. Vissza fogok jönni. De drága vagy. Van, és akkor tudod, még kapnánk egy SMS-t, hogy rohadjatok meg, hajrá, Juventus. Igen, igen. Kösz a 2000. Bocsi, a király boga hiányzol, tudod, soha többet nem jövök vissza. Most a címem rajta van, nem zaklató ízé leveleket írni. Nem. Rajta van a címed? Föladó, hát persze. 5661 új kígyócs. Tényleg rajta van a címed. Hát muszáj, de ez rutinból ezt tolod rá? Hát az, én ott lakom. Én vidéki vagyok. Tényleg? Miért nyomják minden ezt a Kossuth utca, meg Arany János? Miért semmi szellemesség nincs bennük, nem? Tehát mindig ugyanez a három utca, de komolyan mondom, mindig ugyanez a három utca. Hihetetlen. Édesanyád meg lapátolja be a csikosparrelben, a naftól jött felszólít a leveleket, még mit? Valami előnye van annak, ha vidéki az ember. Ne tudják a címedet, meg nem jönnek rád, mint a Lajcsira. Oda menek, és ott van egy házhely. Tehát még víz sincs rajta, még közmű se, de ott van egy házhely. Igen, ez micsoda? Postoláda. Yes. Nagyon aranyosok voltok, én már aláírtam, Balázsnak kell aláírni. Ez micsoda? Emlékkönyv. Még van ilyen, hogy emlékkönyv? Emlékszel, fölhajtós a sarok? Hogy ez meg volt? A nekem sose volt, Feri. Nem volt? Nem volt emlékkönyve? Hát vagyok, nem volt emlékkönyve. Matricák a gyűjtetője a matchboxot. Hát a lányoknak van emlékkönyve. Is volt emlékkönyve. Kinek volt a fiúk közül emlékkönyve? Feri, most ne szégyed, te volt emlékkönyve. Nem áll! Kinek volt a fiú közül emlékkönyve, Feri, ez senki nem jelentkezik. Senki nem jelentkezik. Már ilyen. Ott van, nézd meg, neki volt. Szolidarit veled, mert valószínűleg egyszer malacot öltetek egyszer, valószínűleg, és föltette szolidaritásból a kezét. Szóval volt emlékkönyve a Ferinek, és mi voltak benne kis rózsaszín, ilyen kis barbival? Nem, a barbival nem, hát nem őszintén meleg emlékkönyv volt, hanem egy rendes emlékkönyv. Bele lehet egy picit olvasni, megengeded? Azt mondja, hogy... Panna, te vagy az egyik legjobb barátom, Istenem, de szép. Barátnőm. A barátnőm, igen. Azt mondja, hogy a forró hangulatú hittanórák emlékére Sanyi atya. Na, én elhatárolodom. De cukik vagytok. Feri, rajzolsz be egy belős csontot? Már rajzoltam bele. Már virágot rajzoltam bele. Virágot, elmondani. Nem virágot, kolbász. Jézusom. Miért? Csak mondom, hogy ez a virág. Az egy nagyon szép virág. Rajzoljál bele te is egyet. Figyelj, de nem minden virág hajlik, mint a hurka. Tehát, hogy nem ez az egy ív van egész. Minden ívet így rajzolok mindig. Hurka, kolbász. Van egyenes virág is van. Füstöltnél egyenes, de amíg sütni való, addig föl van. Aratás időszak lehetett akkor, vagy valami nagyobb. Amikor ezt tanulta a Feri, nagyon kellett sietni ki a földekre. Gyönyörű. Ja, rajzoljunk bele mi is valamit? Igen. Rajzoljunk, mert ugye nem a tiéd, hanem a tiéd, ugye? Hogy hívnak téged? Panna. Panna, de helyes neved van. Panna, rajzolunk bele valamit. Jó, valami szépen. Én nagyon jól tudok nyulat rajzolni. Kérdezd meg, hányas vagyok nyúlból. Hányas vagy nyúlból. Nagyon, ötös. Én meg medvebocsot a fa mögött. Tényleg ötös voltam nyúlból. Nyúlból ötös voltam. A nyulat kellett rajzolni. Ötös voltam, ez a helyzet. Na jó, még egy rövid mondatra megszólítanám a mellettem lévő fiatal hölgyet. Nyugodtan. Ugyanis várjál, 3:30 óta itt van. Nem mondott komolyan. Miért? Vártam rátok. Na de 6-ra jövünk, hát tudtad, nem? Biztosra mentem. Féltél, hogy nem jelenünk meg, majd hogy elviszik az üvegstúdiót. Azért jött aztán 3:30, hogy biztos, ami biztos legyen. Hogy hívnál? Eszter. Eszter, és hogy nem később, vagy 3:30-kor állt meg a vonat, vagy a busz, és akkor várnod kellett? Vagy nem, 3:30-kor indultam otthonra, 3:45-re. De hogy nem korábban? Atya Isten. 3:00-kor honnan indultál? A meccsekről. Gyalog? Igen. Gyalog? Gyalog. Csak hülyültem. Nem jön még busz 3:00-kor. Lesétáltál? De... Le. Jézus Isten, nem féltél? Kicsit. 3:00-kor elindultál, hogy 3:30-re itt legyél. Gyalog. Át a meccseken. 5:30-kor miért nem jöttél le volna a busszal? Így volt jobb. Biztosra majd. Hát kell egy ajándékcsomagot. Tessék? Mondjad, mit mondtál? Szerintem adjunk neki egy ajándékcsomagot. Mi vagy te valami zsoldos? Szerintem meg majd mi azt eldöntjük. Az egész család eljött, vagy? Igen. Egyébként én Kanizsára jöttem. Tudod, te 11-kor indultál, és pókjárásba jösszél. De hogyha ez igaz, akkor én adnék neki egy ajándékcsomagot. Aha. És te mivel jöttél? Pókjárásba, gyalog, mezitláb, ördögszekérben? Fél 4-kor keltünk, de mi kocsival jöttünk, de...
Fél négykor kocsival. Hát úgy könnyű. Hát aki fél négykor kocsival. Ennél szociósztorit tudna esetleg mondani valaki. A múlt hét pénteken indultam el Hajdúszoboszlóról gyalog. Múlt hét pénteken indultam Hajdúszoboszlóról. Meg is vagyok. Igen, Berlinből jövök 4 hónapja. Stoppalok itt. Meg kellett várnom, amíg leomlik a fal. És egyébként, de a meccsekben ilyenkor van közvilágítás? Tehát, hogy úgy jössz le, hogy ne csinálnál. Ez a... Kertek alatt jöttem, nincsen. Kertek alatt nincs. Hát figyelj, ez mindenféleképpen megérdemel valamit. Egy tapsot! Persze, egy tapsot. Nagyon jó. Az a baj, hogy amikor ilyen sztorik vannak... Igen, még valami? A berlini fallal kapcsolatban Balázs, Tibi atya. Igen? Facebook. Igen? Tegnap tett ki egy posztot, hogy... Kicsit leestem a lóról, de megpróbálok visszaszállni. Igen? Na, 1989. november 7-én omlott le a berlini fal. Ma is van mire inni. Ugyanitt bontott tégla elvihető. És te vagy a képen, Balázs, induljon a fal felé. Jó. Tényleg? És engem rakott fel a képre? Ilyen bajussza, hogy induljon a fal? Hát, te jó Isten. Tibi atya? Nagyon jó. Ki ez a Tibi atya? Hívjuk fel, beszélni akarok. Nem tudom, de ne jöjjön hozzá kreatívnak. Most akarok vele beszélni. Figyeljetek, nagyon szimpatikus, én nagyon picit félek mindig, amikor ilyen sztorik vannak, mert nagyon szimpatikus, hogy ezt nagyon korán jött el, de egy... Picit attól tartok, hogy ő az a kategóriájú rajongónk már, akit majd így, mit tudom én, egy esős hajnali napon, egy villámlásnál meglátsz majd a fasorba állni, és befelé nézni a nappalidba. Jani, itt vagyok! Nem, ő lesz az, aki elrabol, és mesztelenül kell babáznod egy gödör alján majd, igen. Igen. Szerintem vigyázzatok, legközelebb kijöttök, mert rátok vetődik. Jó, figyelj, valamit adjunk, tessék, egy dolgot kérhetsz. Mi lenne az, amit egy dolgot kérnél, és teljesíthető, tessék? A vitara kulcs. Azok kívül, hogy adjuk oda a szponzorautót, tessék. Most oké, ajándékcsoma, meg dedikáló kártya, meg mit tudom én, a papírpoharam. Puszi Balázstól. Ha kérhetsz valamit, tessék, mi lenne az? Puszi Balázstól. Ennyi? Nem már. Csak ennyi? Akkor sapka. Hát ha ez nem, akkor sapka. Milyen gyorsan lecseréltek egy sapkára? Azt hittem, hogy valami kreatív, vagy mit tudom, Tibi atya rózsafüzére, vagy valami ilyesmi. Mit tudom, hogy vegyen a nyakába felé, és gyalogoljon át velem a meccseken. Én valami ilyesmire gondoltam. Jó, adjuk egy ajándékcsomagot, szerintem megérdem, hogy tényleg, hát ezt egyszerűen díjazni kell. Tehát aki háromkor indul egy gyalog otthonról... Te meg ne szóla itt mellette, csöndbe vagy. Figyelj, megérdemled. És meddig maradsz? Meddig maradsz? Amíg nem jöttök újra. 10-ig, jó. Köszönöm. Figyelj, le a kalappal. Kell jár valami belőle. Húzzál már! Figyelj, itt pörög! Óriási vagy. Mit nagy szeretnél? Vagy. Annyi ajándékcsomagot. Jó. Már nincs több. Bizniszeljétek le, ami neked nem kell, azt odaadod. Jó? Valami, van benne ilyen nyakbakasztó, valami kis apróságot te is kapsz. Megbeszélitek természetesen. 3 órakor át, én nem mernék átsétálni a meccseken, hát összetojnám magam konkrétan, az biztos. Nem, neked nincs olyan ember, aki érte fölkelni 3-kor szerintem. Nem, de én még komolyan fék. Ha-hú, igen. Itt vagytok. Van itt valaki, és tudod, hogy félsz tőle, hogy tényleg megszólal valaki mögötted, hogy van. Figyelj, biztos, itt vagyok. Rád várok, panikám. Persze, hogy itt vagyok. Alig vártam, hogy megkérdezd, a pillanatot várom egészen azóta, hogy egyszer nem teljesítetted egy kívánságomat a megállóban. Hát nem én voltam. És gondold el, és hát hány kilométer? Mennyi? 20? 40? Nem 40? Áll. 20? 100? 40 kilométer nem lehet fél óra alatt lesétálni. Nem fél, mennyi? Egy 20 kilométer körülbelül? Aha, megdőlt a sztori, vegyük vissza. Ja, itt valami bibi van. Ne le a kalappal, hát azért az nem akármi. Na, drága pécsiek, mondjuk a helyszínt, hogy hol vagyunk. Bajcsi Zsilinszky utca, Nagy Lajos király útja sarkán lévő parkoló. Jó, úgyhogy tessék bennünket megtalálni. Hogy lehet megnyerni ezt a kis Suzuki, talán néhányan még nem tudják, kell csinálni egy selfit, hostess csajokat megtalálni, bemutatni a selfit, igazoló jelleggel kitölteni a kis jelentkezési lapot, bedobni az urnába, aztán várni 3-4-10-ig. Viszont fontos, hogyha valaki nincs a helyszínen, akkor az is nyerhet, mint egy hát tulajdonképpen megkapva az esélyt, hogy övé legyen egy új Suzuki Vitara 1.6 GLX, mert hogy el kell nekünk küldeni valamelyik Suzuki modellt SMS-ben. Hát ennél egyszerűbbet nem nagyon tudok kitalálni. De küldd el, hogy mit tudom, mikmak. De nem azt mondom, mikmak, hanem az, Suzuki. Suzuki. A mikmak is bejön egyébként. A mikmak kifejezetten jó. S-Cross, vagy Vitara, hogy Jimmy. Ugye? Tehát, hogy ezek, Jimmy is jó lesz. Ne így épüljön be, tehát Jimmy, így van az Ámbó család. Celerio. Márkája. Ezt küldjetek el. Csütörtökön derül majd ki, hogy... ki az a hallgató, aki az SMS küldésen keresztül, vagy ezen lehetőségen keresztül nyerte meg a virtuális kulcsot, ami aztán pénteken egy igazi kulcsá változik majd.
és valakinek a hat játékos közül, ugye 5 plusz 1 játékos közül nyitja a kulcs az autót, és már pénteken beleülhet. Beleülhet ebbe a gyönyörű kis autóba. És úgy, ahogy van, behajthat a vesztembe, ha nyom egy kövéret, és nincs hozzászokva ahhoz, hogy ki kell nyomni a kuplungot, amikor a kocsi egyet nem van. És lesz koncertünk is. Ezt mindez ideig nem mondtuk. Már nem nekünk. Tehát, hogy azért ebben nem kell tartani a senkinek. De más nem. Ne riasszuk el az embereket, nem nekünk. Így van. Nem nekünk, hanem? Viszont 10 órakor, ha minden igaz, akkor érkezik a vastag testvérek közül valaki, méghozzá vastag Csaba. Vastag Csaba lép fel 10 órakor majd a West End előtt. Hát de azért ez... Is. Így, azért... nagy kapcsolatosak megérdemel. Hát azért ez na. Nagyon jó, bármelyikük jön egyébként, de szerintem ez is tök jó lett volna, hogy ráírjuk a szórólapra, hogy a valamelyik vastag. Így van. És utolsó egy fellépős koncertje a vastagnak, mert jövőre már csak nagy zenekarosat vállal. Ne csinál, trió. Esküszöm, igen. Trió formáció. Hát az már nagy, ahhoz képest, hogy egyedül vagy. Az igen. Jó, de most rendes volt, eljött, bevállalta. Ő nagyon jó fej. Jó fej. Igen, szeretjük. Jó fej. Igen. És 9 órakor fölép a Szupi Sztereó. Szupi? Ja, szuper, hát szuper, ja. Szuper. Ja, Istenem. Az milyen egy... örömmel fognak jönni, aha, mi? A Szupi Sztereó. A Szupi Sztereó. Emlékeztek, egy gimnáziumi zenekarból nőtte ki magát a Szupi Sztereó, annak idején még Cukimonónak hívták őket, de most már Szupi Sztereó. Hát ezek után, srácok, várunk benneteket, szeretettek 9 órakor a Class FM Morning Show színpadán. Szupi Sztereó, csak gondoltam, hogy kicsit felhájpolod őket. Na, a betyárját, hát így azért mindenkiben jobban megmarad. A színpadon a Szupi Sztereó. Taps, taps, taps. Gyerekek, őket állítólag nagyon-nagyon-nagyon szeretik a fiatalok. Én kevésbé ismertem őket, de azért nem ismerjük, mi hétjük. Így van, hát figyelj, lassan konkrétan nyugdíj felé kacsingatunk, úgyhogy olyan nem, de az egy generációval fiatalabb hallgatók viszont imádják őket, úgyhogy 9-kor nem Szupi, hanem Szuper Sztereó, Vastag Csaba pedig 10 órakor büntet a színpadon. Szóljó, szerintem. Így van, hát hiába küzdött Feri a Zárai Vámosi emlékzenekarért, mégis a Szupi Sztereó. Na, jövünk a játékkal nem sokára. Jó, ha valaki Jóven bácsi a Beru nénivel játszana, akkor jelentkezzen, ami drága hostess lányainknál. Mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Jó reggelt kívánom mindenkinek, 3:48 lesz fontosan 5 perc múlva. Drága pécsiek, itt vagyunk, még nem késő jönni Bajcsi Zsilinszky utca, Nagy Lajos király útja sarkán lévő parkolóban. Hál' Isten, nagyon sokan vannak már itt az üvegstúdió előtt, mindenki simogatja az autókat, barátkozik velük, szelfizik, és elmormol egy halk imát, hogy 3:40-kor őt húzzuk ki, ugye, a sorsoláson. Ha itt valaki viszont nem nyer... Szelfiztél már? Nem. Kivárunk. Jaj, bocsánat. Semmi baj. Levegőt vettél, gondoltam. Gondoltam, te jössz. Igen, nem, azt akartam mondani, hogy ha valaki itt nem nyer, ugyanúgy nevezhet majd az SMS játékra természetesen, tehát nem kizáró ok, hogy hát én már dobtam nevezőkártyát, akkor biztos nem írhatok SMS, nyugodtan, tehát a kettő az nem üti egymást. Attól, hogy nem nézek rá, de hallom, amit mondasz, meg figyelek, csak csekkolom, ami jön feket, bocsánat. Csekkolom, ami jön feket. Na, azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok SMS, gyerekek, az egész ország ezt az autót akarja, jönnek az SMS-ek, hogy ki miért szeretne nyerni. Megértjük, hát nyilván egy új autóra baromi nagy szükség van, és mindenki szeretné. Csütörtökön dől majd el, addig küldjétek bátran. Jó, azt hiszem, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak gyorsan. Azt mondja, hogy ne hanyagoljuk el azért az úton lévőket sem. 10-es út elesett, Solymárnál áll a sor, te jó Isten. Grassalkovics Road, ahogy szokott, arra szolgat nagyon lassan. Wolf küldte nekünk. Sajószent Péter és Miskolc között vasúti átjárónál fejtetőn az autó kezdődik a dugó, ezt Ati írta, és az M7-es pályán Nikecel darabok az út közepén Fehérvárnál Pest felé, Ap Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig játszunk, ugye, mert hogy van egy kockajátékunk, és hát nem csak az autót lehet megnyerni, hello lányok, hanem... hát csak kinéztem, hogy hello lányok. Hello lányok, zsűzelét, csak gondoltam, kiköszönök. Zsűzelét, addig én barátkozok a lányok. Adjunk valami zenét, hadd beszélgessük. Hogy igen, szóval, hogy kockából kell kirakni, ezekből a gyönyörű kockákból kell kirakni egy autót, ami passzol, ugye? Kinézi a Gyertek át szombat este, nagyon népszerű, méltán nagyon híres, és egyébként nagyon nézett, brutálisan jó RTL-es produkciót. Király! És most vissza a játék. Mert hogy abban lehet látni ezt a játékot, vagy abban hasonló van, csak ott azt hiszem, hogy több kockát kell kirakni. Már jót, megint úttörők voltatok. Mi ennyi, először nálatok hát a kockát, sehol a világon. Így van, mindig csak második, harmadik, negyedik helyeket osztanak. Ki a játékosunk? Ők és ők. Jaj, de helyet, ti tesók vagytok, vagy ikrek vagytok. Igen. Hello, hogy hívnak? Kormos Bianca. Bianca? Én meg Kormos Vivian. És ki az idősebb?
Én egy perccel. Egy perccel. Az milyen menő, mikor azt mondta, hallgassák, kicsi, én vagyok az idősebb, ugye? És egy perc. Csira, csi. Nekem van ikertesé barátom, ott is egy fél perc a különbség, és én vagyok a bátyát, hallott, tudom, nekem a dumája, az öcsém vagy. Na, édesanyától jó tanács, igen? Hogy ma van a születésnapjuk, az a jó tanács. Isten éltesse. Isten éltesse, egy nagy tapsot, neki, köszönjük szépen. Énekeljünk valamit? Ne, maradjatok, nem éneklünk, maradjatok. Mi lesz a szülcsi napcsi ajcsi? Mi van veled? Egy szülcsi sztereó koncert. Hát fiatal lányok, hát ők így szülcsi napcsi ajcsi. Mi lesz az ajcsi? Hát, hogy ide eljöttünk, mert suli van. Látod? Aha. Mekkora ajándék? És milyen olcsó? Egy borító kitelepülés. Kislányom, ma van a születésnapot, megnézheted Janékot élőben, de aztán tessék egy évre beosztani. Hát igen, ez egy szép ajándék egyébként. De igen. Aztán ma mentek óviba, vagy valahova? Suliba, óviba. Mi nem járhatunk óviba, nekünk már dolgoznunk kell. Ide jöttünk ajándékba. Igen. Na, ki a másik pár? Barbie vagyok. Barbie. És Valentin. Valentin. Nekem van ikertestvérem, és két perc vagyok idősebb, úgyhogy. Komolyan? Mindenkinek van ikertestvére? Fura. Nem, mindenkinek nem. Nekem például nincs. Valentin, így hívnak, tényleg? Így van, sajnos. Te se szereted, nem? Nem. Elvették a névnapomat, karácsonykor születtem, és van egy ikertestvérem, tehát se szülinap, se névnap. Ez kemény. Nálunk a Noel december 18-án született, december végén van ugye a névnapja, vagy és a karácsony. Hát nálunk a nagy klasszik egy nagy. Hát ugye, ha ez lesz, nálad is ez van, az egy nagy. Érdekes egyébként, hogy hirtelen találkoztunk, jó, most nem két, hanem másfél ikerpárral, de hogy egyébként, amikor a kislányok elmondták, hogy miért jöttek, bemutatkoztak, stb., már háromszor annyi IQ villant meg mondjuk az éjjel-nappal Budapestes Laliéknál. Igen. Na. Tudjátok akkor a feladatot, hétvégi tesztvezetés lehet nyerni. Az a lényeg, hogy minél előbb ebből a négy kockából, aminek hat oldala van, nyilván mindegyik oldalon lehet kirakni egy értelmes képet a négy kockából, hogy stimmeljenek az oldalak, és így kell kitenni egy képet. Autók vannak rajta, különböző típusok, meg valahol mi is rajta vagyunk, azt még nem fejtettük meg, hogy mi támaszkodunk egy autón, vagy csak minket kell kirakni, vagy mi vagyunk a kocka hatodik oldala, és ott csinálunk valamit, de láttuk már az arcunkat. Ki kezdi? Kezdjétek ti, Valentin. Jó? Jó. Nem volt egy ilyen Blue Valentine nevezető Eddie Woody Allen film? Blue Valentine, az volt a címe, nem? Nem rémlik? Mindegy. Hogy kell megölni egy megszólalást? Melyik autóra hajtotok? Titeket raknánk ki. Rakjatok az akkor a Balázsra kell menned hétvégézni, hosszú hétvégére. Legyen. Figyelj, felváltva csináljunk, hogy nem egyszerű vele egyébként, mindig van valami, hogy elvágja a kezét, tudod, utána, hogy órákig kell vígasztani, stb. Tényleg milyen durva lenne a promóciós lányaink, azt találták volna ki, hogy mondjuk öt autóval rajt, és a hatodik képen mi valami brutál pózba mesztelenül, tudod, egy kecske pózba. Vagy a Mizsuzsin pucsítva. Egyébként imádnám, ugyanis nem tudjuk, hogy mi mit csinálunk, csak néha látjuk magunkat. Indítsuk az órát. Valentin, legyetek ügyesek, hétvégi tesztvezetés a tét, és a kicsi a tét. Akkor a kedved sötét? Így van. Na mehet? Indul az óra. Rajta! Hajrá! Ott vagyok. János is ott van. Tikitaki, tikitak. Nagyon jó. Aha. Hoppá! Feri is kezd meglenni. Csakomákó! Na, ajjaj. Nem? Alakul? És ott vagyunk. Nem. Abszolút nem. Nekem a nyakamban van a lábam? Nem. Most jó. Jó? Nem, biztos? De ez az. Jó. Ez az? Ez az. Így itt az óra. Most csak mondom, hogy érted, csak ha, tényleg nem akarok most így ebből ilyen önérzeteskedni most, de hogy miért nem rohad meg az, aki megint levágta a fél testemet. Tehát amúgy sincsen belőle túl sok, de hogy... Annyi gyerekek, csak mondjuk el azoknak, akik nincsenek itt, hogy én egész alakban. Feri majdnem egész alakban, de János a kép jobb oldalán, kicsi, apró. De a füled megvan. Nézd. Konkrétan szinte a füled is le van. Most léci, tényleg. A Feri alapból akkora, mint egy Skat rakéta, az egész teste rajta van. Nekem Balázs természetesen középen, tehát ő nem tud lemaradni. Belőle meg levágtak ilyen 38 kilónyit. És most komolyan. Maradt ilyen 22. Neked valahogy ez a karmád, de komolyan mondom, ez léci. A karmád. Tehát csoda, hogy a füled rajta van. Egy fotót csinálj már szemben, fel akarom rakni az Instára. Nagyon durva. Mennyi a futott idő? 17 másodperc. Nagyon jó. Nekünk nem lesz könnyű. Gyertek, csajok! Gyertek, lányok! Nál egyébként, ha nincs az oldalcsere. Gyertek, lányok! Ki a főnök a csapatban? Hát... Te vagy a főnök. Oké. Indítjuk az órát, lányok. Ugyanez a feladat. Nem ezt a képet, valami egészen mást. Jönnek a hostess lányok egy picit keverni, kavarni. Valamit ki kell tenni, jó? Valamelyik típust, valamelyik autót. De most tényleg, ha ők nyernek az első csapat, akkor mit adunk nekik? Kinek?
Hát, hogyha ők nyernek, akik bennünket raktak. Már mennyi nyernek, előre megbeszéltük, hogy ki nyer, Feri. Jaj, ez nem hülye vagyok. Hogy így mit adunk? Hát tesztvezetés, hétvégi tesztvezetés. Hát, mindig olyannal kapod a tesztvezetést, ami a képen van. Hát akkor ők választhatnak egyet. Én nem adok semmit, mert engem megint megaláztak. De tényleg, hogy tudsz tele maradni, basszus, hogy egyszer miért nem a Feri, vagy miért nem én? Ki mondja rá, hogy ez jó ez a fotó, hogy ez így jó lesz. Feri rajtam, a Balázs rajtam, ki a harmadik, de nem is érdekes, még csak 16 éve dolgozunk együtt. Hogy miért nem mész az? Már imádom, hogy ez így alakult. Na lányom, legyetek ügyesek, óra indul, hajrá! Ja, indítsam el? Ja, indítsam el. Az sokat segít az időmérésében. Ügyesek vagy, ne hülyéskedj! Hát most már rakjuk ki a rendeset. Aha. Alakul, ez kiraktad? Ez jó, az nem, az jó, és még ide kéne valami. Ide kell még valami. Na jó, mindegy is, ez most már 40 körül járunk. Most az lenne az igazán nagy, hogyha... Ügyesen kiraktam, nem? Az lenne az igazán nagy, hogyha ide jönne a Suzuki-tól valaki, és azt mondja rá, hogy ez az autó még nincs meg, de megveszünk a formaterveket. Lányok, köszönjük szépen, itt van zsebbe. Igen. Iker lányok, nagyon helyesek, aranyosak voltatok, nem sikerült. Egyébként ez nehéz, tehát lehet, hogy tényleg velünk kell próbálkozni, azt a legegyszerűbb. Most már tudjuk ezt. Az esztergomiak tudják, a győriek, a pestiek, hogy minket kell keresni, mert a modelleket sokkal nehezebb kirakni, hogy passzoljon a karosszéria. Persze, ennél nehezebb csak engem kirakni, mert alig van meg belőlem valami. Igen. Kaptok egy tesztvezetés, hétvégi tesztvezetés. Jó ügyesek voltatok, gratulálunk. Jó? Jó. Kinek van már jogsi a családból? Van. Mind a kettőnknek. Mind a kettőtöknek. Ki vezet jobban? Ő. Tényleg? Jobban vezetsz? Régebb óta van jogosítványom. Régebb óta van jogsi. Is vagyok érte. Te látszik, hogy egyébként a testtartásodon, mert tehát, hogy van egyfajta ilyen magabiztosság, lazaság. Hát meg ilyen névvel, hogy Valentin, az ember nem is nagyon tud jól vezetni. Mi csinálják? Ja, úgy annyira sajnálok, annyira együtt érzek veled. Nekem harmadik nevem Otto, úgyhogy én tudom, milyen az emberek olyan neve, amit gyűlöl. Neked csak Oti ezentúl, jó? Egy Valentin hívhat Otinak. Na, köszönjük szépen, küldjük akkor nektek az autót, érezzétek benne jól magatokat, vigyázzatok rá, és tudjátok a jelszót, csak kettesben, üveghangon 8000-re forduló. Aki hármasba vált, áruló. Na, játszunk Óven bácsival, már is itt vannak a játékosaink. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Na helló, jó reggelt! Hát szia! Hello, Zita! Honnan jöttél, Zita? Én pécsi vagyok. Ó, hát akkor neked nincs ilyen sztorít, hogy 3-kor keltél, 3:30-kor keltél. Nem, de azért a 5:30 az meg volt. 5:30, az igen, az egy barátságos időpont. Oké, Zita, mutatjuk, mit csinál Óván bácsi Beru néni. Figyelj! Megijen mendex. Már megint. Az eddig egyszer sem hallott sütési effekt. Azt hiszem lassan megérett az effektár egy cserére. Készül Feri uzsonnája. Zsírban sült olaj. Most olvastam, hogy a zsír sokkal egészségesebb, mint a napraforgó olaj sütésre is. Csak nem úgy, ahogy te gyerekkorodban fogyasztottad. De úgy is. Nézzél rám. Ivolének. Úgy nem volt egészséges, de mi, hogy a poharul ivó. Feriképp az ivólevet itt meg. Nézd meg, kinőtt szép nagyra. Na nézd meg. Frissen olvasztott katazsír. Na Zita, mutatjuk, mit énekel Óven bácsi Beru néni. Figyelj. Istenem! Könnyű! Te nagy klasszik! Tudsz szájról olvasni? Mert ott... Nem tudok. Nem tudok szájról olvasni. Olyan jó, hallgassuk meg még egyszer. Nagy segítség lenne egyébként, hogyha most a Balázs egy picit borostásabb lenne, mert először ránéznéd, akkor látnád a fiatal színészt, aztán Ferire nézni és látnád a középkorú. A fiatal Carlo Pederzoli vagyok, Feri a középkorú Carlo Pederzoli. Igen. Vagy segítene egy kanál pufillekvár. Így van. És ha még itt lenne, mondjuk velünk egy Gesztesi Kára is, akkor meg... Te ki vagy és hogy kerülsz ide? Én az édesapja vagyok! Ki engedett be? Te ki vagy? Hello! Sziasztok, Tamás vagyok. Tamás, te ismered az Itát? Igen. Most bejöttem, mert meleg van. A barátnőd? Igen. Komolyan? De jó. És mi volt a jó válasz? Mit mondtál? Kincs, ami nincs. Azt a betyár! De jó! Neki. Csak a pufillek váradhat. Mit erőt? És mindent legyőző bátorságot? Mindent akaratot. Akaratot. Ú, de szerettem.
Ügyesek vagytok, egy kis segítséggel. Nagyon. Köszönjük szépen. Egy ajándékcsomaggal örvendeztetnénk meg benneteket, ha elfogadjátok. Köszönjük. Jó, puszi nektek, ügyesek vagytok. Kellett egy kis segítség, de... De meg vagyunk. Hősiesen felrohant a barátod, és te bekiabálta. Átverekedte magát a biztonsági örökön. Köszönjük szépen. Hello, sziasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Hozzám tartozik, keresztetet rohadta. Engedjetek el. Szeretem. Szeretlek. És négy kopasz a sátorban. Ugyan egy öcsém, ez nem adja föl. Szívós. Hallod, szívós? Csak a játékos vagyok. Ki a száját. Gyűrlagatyája. Csak a játékos vagyok. Na jó, több komolyságot, gyerek. Csak játszani szeretném. Majd mit játszunk veled, öcsém? Adj neki vére, adj neki. Mamás, kiskot. Ja. Na jó, elmegyünk. Nagyon fontos, hogy Heves megye Karácsony Gyöngyös között kerülni kell a hármas úton. Jó, ezt ne felejtsétek el. Így mi van. Pedig jövünk, hiszen Ákos. Mindjárt karácsony. Mondták a Heves megyé. Jövünk, Ákos hírei után. És most Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora lejárja az országot. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan. Várjátok, megnézem mennyivel. 8 óra múlt 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jól mondom? Nagyon. Jól mondom. 8 óra után vagyunk 8 perccel. És a gyerekek, nem tudom, hogy az ország többi része milyen idő van, de szikrázó napsütés. Konkrétan ki kellett jönnöm a stúdióba, mert pont oda vert, ahol üldögélek, és megvakultam konkrétan. Tessék, kezdi csókolom. Ó, ezt tessék mondani mikrofonba, hát ez... Igen? A szépekre süt a nap. Ó, köszönjük mondjuk szépen. Mondjuk te árnyékba állsz életem, csak mond. Szép, én nem vagyok. Jó, csak a Balázs, értem. Fiús napom van, nem lányos? Fiús nap? Milyen egy fiús nap? Az jó? Jó? Mi történik akkor egy fiús napon? Odaadók. A fiúk odaadók? Persze. Azt hittem, azt mondta, hogy odaadom magam. Hát én már az első oszlopig megyek, és már... Jó napot kívánok! Hogy hívnak, de cuki vagy? Én Illés Istvánné vagyok, Györgyi Pécsújhegyről. Istvánné, csináltál már selfie? Istvánné, Györgyi. Nem, én nem azért jöttem, én ti miattatok jöttem. De cuki vagy. Mert én még nem találkoztam személyesen veletek. Még mi sem veletek. Ugyanolyan szép, mint a tévében, mi? Nem. Ugye? Nem olyan, mint a tévében. Én nem azt mondtam, nem olyan szép. Nem olyan, hát milyen? Kisebb, nagyobb, alacsonyabb. Tündéri. Igen? Nem szereti az öreg asszonyokat, csak a fiatalokat. Dehogy nem szereti. Ha felajánlottad, hogy nézzek be a kabát alá, de mondtam, hogy inkább egy autogramkártya. A Feri bácsi az idejön az öregeket is, de a fiatalságot. Ha tudnád, hogy milyen videókat nézeget a hotel szobájába. Szereti ő az idős asszony. Kedvenc kategória. Figyelj, csinálj egy selfit, hát nem örülnél egy új autónak? Nem. Hát miért nem? Hát mit csináljak már? Csak a gond van vele, érted? Feladod a használt autóra. Hát annak fizetni kell a nyugdíjasnak, mire van pénze? Ha eladod. Barhátra. Eladom. Még eladni se tudom, mert becsapnám. Na, de nincs egy unoka, nincs egy gyerek, akinek... De minden van. Hát akkor tessék csinálni egy selfit, aztán hátra menne. Legyenek maguknak, mi? Így van. Van, dolgozzanak meg érte. Semmire kell ők, ingyen él. Tanuljanak meg sporolni. Mivel foglalkoznak a gyermekek? Györgyi, hát ugye? Egyik bádogos. Igen? Másik esztergályosként dolgozik a sörgyárban. Hát akkor biztos örülnének egy új autónak. Munkásként. Hát tégy egy próbát. Látástú Mikulásig. És van négy unokám, amire nagyon büszke vagyok. Mekkorák az unokák? A legnagyobb 16 éves. A betyár. Hát lassan vezető is. A legkisebb meg 10. Hát ő még nem. Na, csinálj egy selfie. Három fiú, egy lány. Nem akar, nem, bár próbálom. Na. Gyúrom, semmi, gyúrom. Nincs selfie. Nincs selfie? Veled, ki vigyétek oda egy autó. Gyere már, gyere közelebb, hát anyád vagyok. Gyere, csecsre! Hát gyerünk! Hát mit gondolsz te? Éjjel-nappal veletek vagyok, ám itt nem tudok egy... aludni, én este 11-kor már bekapcsolom a rádiót, nehogy lemaradjak. Arról, hogy ki nyeri meg a fekete-fehér igen-nem. Azért bekapcsolod 11-kor a rádiót. És olyan ideges vagyok, hanem mi nyerjük meg, édesem, hogy majdnem főtöz verem. Te elég nagyon sokat idegeskedtél az idén, mi? Nagyon sokat. Te nagyon? És 11-kor este bekapcsolod a rádiót, hogy meghallgass, hogy 6 óra 45-kor kinyeri a fekete... Egész nap. Nem nincs lekapcsolás, semmi. Nagyon helyes vagy. Hát még a WC-n is azt szól. Komolyan? Bocsánat. Igen? Viszed magaddal egy ilyen kis pici... Nem. Olyan hangos. Kakaó van rajta. Jaj.
Konyha, a kakaó van konyha, a vécén. Kis szoba, hálószoba, nappali. Férjem meg ideges, mert nem tud tévét nézni. És mindenhol a Klassz FM. Csak az. Így kell csinálni. Így kell csinálni. Egy selfie? Az nincs. Nincs? Ne, legyen ne már. Lehet, majd lesz. Jó, mit kapok, ha oda megyek? Imádlak. Puszit adnál neki? Kettőt is. Ajajaj, akkor nem jön ide. Mindjárt indul. A gyerekeit is imádom. Igen? Tudom, hogy van két gyereket. Fiú a Bennett, meg a Noel. Nagyon a Virág, a Soma, Réka, Noni, Viki, mindent tudok róla. Hát, de jó. Hát ezért, ha... Vigyázzatok magatokra. Meg vagytok figyelve. Te tényleg mindent tudsz. Nagyon. Nem küldöm el a képet, hogyha lefényképezkedünk. Hova? A feleségednek. Aha. Hát én megzabálok, nagyon cuki vagy. Ne tudja meg, hogy itt öregek is vannak, azt hiszi, csak fiatal. Volt már ilyen kitelepülésen, ő is sokszor. Hát az egyik igen. Szerkesztője a műsornak egyébként. Nagyon cuki vagy, megcsináljuk azt a selfit, jó? Nagyon, téged is. Drága, kedves vagy. És én is itt vagyok. És az is mindig ott van, az és ahogy a Janit is imádod? A Janit is imádom, igen. Őt kevésbé ismert. Aha, de jó. De örülök, hogy ilyen szépen tagoltam beszélsz. Nem. Őt kevésbé. Ismertem. Jézusom, mindjárt bepisi Anna, meg. Majd figyelj, amikor vágod a best of-ot, jó, hogy ezeket a kis hatásszüneteket vedd már ki belőle. Jó van, te háttérben voltál, téged nem lehetett ismerni. Így van. Őben volt a Balázs Showba, ott, a Ferinek volt tévéműsora. Így van. Aztán jött János is azóta. És a Kolbász Fesztiválról meg föl hát jó, hát ott így van. Voltál, voltál Kolbász Fesztiválon is? Nem. Nem? Sajnos nem jutok oda, mert nem jön Pécsre ilyen helyekre, mert én itt lennék ott már este. Nézd, meg kell hívni a Ferit, ahol a Feri van, ott úgyis ölik az állatokat. Egyszer a Feri lejön Pécsre, ott előbb-utóbb úgyis minden disznó meghal. És töltenénk egy jó Stiefoldert, mi? Azt hiszem, most jó volna két hét múlva jönni és megtöltenéd az enyémet. Megtöltené a Stiefolderét, te! Hallod? Te máma bele, jövő héten a húst, és akkor jöhet a drága életem. Mit Ferikém, tudnak? Mit összetöltenénk, mi? Segítenék neked. Két hét múlva úgy megtölthetsz, Ferikém, két hét múlva névnapom van. Megtölthetnéd a Stiefoldert. Látod, milyen gonoszak. Hát nem tudják, hogy mi az a Stiefolder. Az Vega, az nem tudja. Én nem, ő a Vega, a Jani a Vega. Én, a harmadik a Vega. Az, a, aki ott van mindig, aki csak a szartalicskázza mindenkinek, tudod, hogy virágozzon a föld. Hogy mit? Tudod, mit hagysz ki belőle? Miből? Azért vagy 50 kiló. Ne. Mert Vega vagy. Hát én nem bánom annyira. Nézd meg, én nem vagyok vegan. De a Jani régen húsevő volt. Elváradsz még körbenézni. A Jani húsevő volt régen, csak már leszokott róla. Én nem mondom, hogy húsevő vagyok, de azt sem mondom, hogy csak... Tehát úgy mindenes. Szeretem. Minden. Szeretek falni. Jó van, szeretsz falni. Szeretek falni. Jelige, szeretek falni. Szeretek falni, Jelige. Lősd meg a Stiefolderem, szeretek falni. Meddig maradsz? Nagyon szeretünk. Meddig maradsz? Tízig amíg itt vagy? Amíg ti el nem pusztítotok itt mindent, én addig maradok. Jó, mindenképpen megszólaltatunk még. Vagyok. Jó, maradj még, jó? Megszólaltatunk. Hát imádunk, szeretünk, jó? Megháláljuk majd valamit. Ilyen nagy szájú nővel úgyse találkoztam. Hát ritkán, ritkán, igen. Van otthon egy, de... Van otthon egy. Hát ne van nyomva. A Balázsnál el van nyomva. A Viki, ha nem ismered aha, még a Viki. Igen, akkor nem tetszik eleget hallgatni. Sajnos nem ismerem. Igen. Őt nehéz elnyomni, az a karakter, akit azért úgy nehéz elnyomni. Én. Elég erős jellem. Tehát, de hogy... neked is van ám azért szókincset, amikor hallom a szombatesti, gyerünk át a szombatestébe, hallom, hogy te ott is tudsz beszélni, ahogy hát, előfordul, hogy az ember egy tényleg. Gyerünk át a szombatestébe. Megvan az nagyon új címe, gyerünk át a szombatestébe. Jól van, Györgyikém, szeretünk puszilunk, Györgyi, ugye? Imádunk, szeretünk. Jó, maradj még, maradj még, jó? Selfie nélkül haza nem Istenem, megy. Hát negyed óránként megszólaltatunk, nagyon, nagyon jó vagy. Na, kávét ne kapjon. Még erre rápörög egy kicsit. Szerintem már nyomott négyet. Jaj, jó. Isten, de sokat rögtön. Basszus. Úristen, megfájt. Szeretném, hogy ennyi vitalitás lenne bennem. Komolyan. De ugye, hogy így kell. Így kell, hogy a magyar egy kicsit tud azért néha nekibúsulni, meg pesszimisták, hogy így kell tolni, hogy ahogy Györgyi tolja, komolyan mondom. Na, a mondjad. Pécsi becsületesség. Ó, hoppá, hoppá. Megjött a csekk. Meg. Helyen csak komlói. Ja, ne haragudj. Komlói. Na, megkaptátok Pécsiek. Tehát a komlói becsületesség be van fizetve.
Így van. A csekket, ugye elindítottunk egy csekket ma reggel, mert tegnap kaptam egy büntetést, 1920, aprót visszahoztad? Jó, mert Janinak kell, tudod. Csak üzeni a postás lány, hogy csókoltat, már nehéz volt elolvasni, és meg egy könyvet is elővett az irányító szám szerint, hogy... De rendes, uh-huh. Köszönjük szépen. Ez a trükkje a Ferinek egyébként, jól olvashatatlanul írja rá a címe. Így mindig a szomszédhoz dobják. Hát egy tündér vagy. Te aranyos vagy, nagyon szépen köszönjük. Jenny, ugye? Igen. De cuki vagy, köszönjük szépen. Szerettem volna, ha nem jössz vissza, nagyon röhögtem volna, ha nem jössz. De annyira bírtam volna, hogy elveszett Feri a csekkrapét. És itt a sarkon kidobta volna. És ebbe az a szép, hogy akkor Feri a háromszorosát fizeti 5 nap múlva. Imádtam volna, de hát ilyenek a pécsiek. Ilyenek a komlóiak is. És a komlóiak természetesen. Jennyként puszilunk, köszönjük szépen. Köszönöm. Drága köszönöm. Vagy. Jó? Na, most jön a listája, 10 dek a sárga borsó, 3 kiló lencse, 4 mirelit zöld borsó, 1 vesebab konzerv, 2 liter 1/5 tej. Na, mindjárt leteszteljük, hogy kik vezetnek jobban, a nők vagy a férfiak. Ugyanis egy cikk szerint az autózásban fennálló nemi különbségek leginkább a parkolási szokásokban tetten érhetőek. Jó, de egy picit zenélünk, gyerekek, komolyan mondom. Időt kérünk, time, dobja be valaki a törő között, Györgyit egy picit kipihenjük, mert imádtuk. Úgyhogy zenélünk egyet, és utána rögtön itt a pécsiekkel le is teszteljük. Mert hogy állítólagosan a parkolásnál minden kiderül, a cikk szerint egyértelműen bebizonyosítható, hogy 1200 fős mintavétellel a pasik egész egyszer jobban parkolnak. Jobban parkolnak, a nőknek ez nem megy. Na erre szeretnénk rácáfolni. Autóink vannak, női hallgatóink, férfi hallgatóink. Így van. Ásító stifolderünk van. Többnyivaló stifolderünk is van. Gyerekek, hát György az új szúlyozóli, visszük, kommentálja a versenyt, hát visszük magunkat, tízig el nem mozdulhat mellőlünk. Úgyhogy egy rövid kis pici zene, fújunk egyet, aztán jövünk mindjárt a tesztel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na, itt vagyunk. 8:30 lesz, 9 perc múlva. Na, hát járjunk akkor utána ennek, ha már tényleg ez egy autós kitelepülés, és ez a cikk ez most került nyilvánosságra, mert egyértelműen bebizonyítják, hogy a férfiak, hát elolvastam ezt a cikket, a férfiak orral előre szeretnek parkolni, míg a nők inkább egyébként orral hátra, és arról szól a cikk, hogy 1200 ember fős mintavételével mérték a 18-59 éves magyar lakosság parkolási szokásait, végignézték, hogy hogyan állnak be a nők, hogyan állnak be a férfiak. De a cikkből egyértelműen kiderül, hogy azért nagy többségben a férfiak ügyesebb autóhasználók, és jobban tudnak parkolni. Ne gyere erre, mert Istvánné elkap. Ó, hát itt van, ami mit felelünk is. Jó, na, kérdezem én, ami drága hostess lányainkat, hogy ki vannak-e választva a delikvensek? Mi választunk, jó? Ugye meg kéne nézni azt, hogy itt áll a kis Jimny-nk, ugye? Gyönyörűséges gépjármű, ezzel kell befarkolni? Ezzel kell befarkolni, méghozzá úgy, hogy háttal beállni, mondjuk úgy, hogy középen legyen a villanyoszlop. Ott van egy villanyoszlop Feri mögött, tehát tulajdonképpen... Sajnos most nem látszik. Kicsaparom. Egy picit tolatni kell ezzel az autóval, és úgy rátenni a fenekét, hogy a pótkeréknél pont hátul legyen az oszlop. De jó? Akkor egy nagyon-nagyon jól parkoló nőt keresünk most? Én azt szeretném ezzel a teszttel bebizonyítani, hogy a nők semmivel nem rosszabb vezetők, mint egyébként a férfiak, és ez egy buta sztereotípia, nem? Mert hogy a férfiak közül is vannak bénák, a nők közül is vannak bénák, de a nőknél is van, aki kiválóan vezet, és lehet, hogy máshogy parkolnak, vagy mások a vezetési szokásaik, de nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy aki nő, az rosszul vezet. Ez egy hülyeség. Ez nyilván hülyeség. Tehát ez nem így van. Vannak jó női vezetők. Na, kik azok, akik csajok? Most ez hülye kérdés. Jó, most meg vagyunk. Így van, igen. Te látom, te tényleg nem hazudsz, tényleg csaj vagy. Ki az, aki jól vezet, lányok? Egy jól vezető nőre van szükség. Itt az elsősorban, gyere akkor ide mellénk, jó? Ferihez lépj oda. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Szia! Hello, hogy hívnál? Biola vagyok. Észrevettétek, hogy mindenki aranyos, kedves, mosolyog, jókedvű, Pécsre kell költöznünk, nem? De tényleg, komolyan mondom, tényleg? Nagyon jó hely, nagyon igen. Jó hely, nagyon szeretjük. Hogy parkolsz, mióta vezetsz? 10 éve vezetek, és szerintem jól parkolok. 10 éve vezetsz, és szerinted jól parkolsz. Orral előre, vagy fenékkel hátra? Mind a kettőt. Komolyan? Mind a kettő? Simán? Jó. Nézzük meg, ki lesz az ellenfeled, jó? Egy pasi kellene nekünk. Hát itt a szemüvegben akkor a srác, aki vezet, illetve hát a gyere, nagy képű! Gyere! Jó, hello, hogy hívnak? Sziasztok, Ricsi vagyok. Hello, Ricsi. Ricsi, mióta vagyok, Sin? 2 éve. Komolyan? Mennyi idős vagy?
20. Ó, hát akkor, akkor amikor kellett, 18. 20 vagyok és laza. Óriási figyelj, zsebre dugott, kész, 20. Igen. Súly imádok enni, mint a Feri. Ah, nagyon helyes, nagyon helyes. Enni jó egyébként. Szerintem mondjuk. Nyertél. Okay. Na, hol van Györgyi? Gyerekek, nélkül nem csináltunk semmit. Hol van? Elment? István néni. Gyere egy picit közelebb, csak egy mondatra, ne menj el. Gyere hozzánk ide. Gyere, most lehet szelfizni. Tessék? Azt mondja, ott vár. Azt mondja, az ő helye. Nem megy sehova. Ja, tudod miért nem? Mert a kordonnál áll, ugye mi eljöttünk az üvegstúdiótól kb. Egy 30 méterre, de ugye György ott áll az első sorban, és ő nem adja fel más a helyét. Másrészt meg látod, hogy nála megingathatatlan akarat van. Tehát, hogy őt nem tud rávenni semmi arra, amit ő nem akar. Nem, ő, igen, ő nem egy könnyű befolyásolható. Majd visszamegyünk akkor. Na, ki kezdje? Kezd először te, jó? Jó. Okay, még egyszer a nevedet elmondod? Ricsi. Ricsikém, ülj be a kocsiba, és itt az autókulcs. Ricsi, jöhetek veled? Beférünk ketten? Ricsi, a feladat annyi, hogy tolasz, és az oszlop ott van a hátad mögött, az oszlopnak kellene úgy neki tolatni, hogy pontosan a pótkerék közepénél legyen az oszlop, tehát szépen így egy ilyen kis fél ú alakban visszafordulni, és hátra betoladni. Annak az osztopnak úgy, pontosan így neki menni. Tehát az ívet jól kell nézned, és szépen elmenni a tömeg előtt, és beállni úgy, hogy az oszlop merőleges legyél az oszlopra, tehát mintha párhuzamosan parkolnál be. Az is fontos, és hogy középre essen az oszlop. Ennyi. Ez a feladat. Okay. Jó? Ricsi, kérd, partnagy be. Kicsit álljatok arrébb, mert a Ricsi nem tudom, hogy vezet. Igen. Na! Felpattanjak hátra a pótkerékre. Egyébként viccesen nézni. Na, de Ferenc Ricsi, már az autóval. Mikor vezettél utoljára? Egy órája? Egy órája. Aha. Leparkoltál az üvegstúdióban. Jóvá, Ricsikém, csukd be az ajtót, úgy azért lehet, hogy egyszerűbb lesz. Jó? Ránézésre el fogja rontani. Nem? Ne legyél már ilyen pessimista, tök na. Ügyes. Tudod, hogy hol az egyes, Ricsi? Tudom, hogy hol az egyes, csak a lükkölcet. Igen, pont azt akartam mondani, hogy arra most semmi szükség nincs, mert hátrafelé megyünk, ne combozzál. Ez a te színed, Jani. Ez abszolút a te színed, azt nézem. Én is azt nézem. Ugye ez a terep zöld, ez abszolút te vagy, csak gyere arrébb, mert elütnek. Nagyon jó. Na, nagyon hát konkrétan Ricsi elkezdett tolatni egy elég nagy kövér gáz. Még pici menjetek arrébb, nehogy baj legyen. Lendület az van. Gyere, jöhetsz még. jó, sok! Jó. Figyelj! Azt mondta Ricsi, hogy vigyázz, mert oda szorítalak. Igen. Gyerekek. Igen. 5/5. Igen. Nagyon szép. Nem. Micsoda 5/5? Jó, mondjuk hát egy kicsit Ferdén állunk, igen. Veled vagyok. Nincs korrigálás. Ne korrigálj, ezt megnézzük így, Ricsikém. Jó, tehát elfoglaltuk a végső pozíciót. Hát a párhuzamos parkolás az kevésbé ment. Nem, ez a picit ferdelet, ez az úgynevezett szoros fecske. Igen. Szoros fecske betegség. Vagy kiszállni nagyon nehéz, ha állnak mind a két oldalon melletted, vagy beszállni az illetőnek. Tehát ha így állsz be két autó közé, nem fogják szeretni, mert leviszed a fényezést. Ez nem sikerült. Mit tudsz felhozni a saját mentségedre? Semmit. Jó, hát Ricsi ilyen laza. Ricsi laza. Jó, Ricsikém, gyere állj vissza akkor a kezdő pozícióba, hogy megnézzük, hogy megy ez egy női sofőrnek. Jó, hát ez egy 5-ből egy elég erős 3-as. Nem ütjük el Jánosra, vigyázzunk, persze, így van. Jó, és elmennének, tudod. Igen, és így. És soha többet nem látszik. Feri, hozzatok vissza. Ferit megtalálnak fent a meccsekben, ilyen felpeckett szájjal összekötözött kezekkel, lábakkal. Igen, levágott fülcimpával, tudod. Jó, oké, kiszállhattok az autóból. Én nem szállok, nekem tetszik. Nagyon faj a kis autó egyébként. Nagyon, így van. De ne tapogass, mert nem a tiéd. Oké. Viola, gyere akkor, jó? Cáfoljunk arra rá, hogy a csajok rosszabbul vezetnek, mint a pasik. Ez egy buta sztereotípia. Hm. Ezt ki kell, hogy kérd magad. Viola nagyon neki készül, neki vetkőzik, mint egy szívát. Levetkőzve. Igen, Viola levette a kabátját, most veszi a saját. Igen, azért minden ne dobjál le. Viola már majdnem tényleg minden ruhadarabot ledob magáról. Nagyon sportosan beállítja az ülést, kérem szépen. Igazi sofőr. Igen. Azonnal picit maga alá nyúlva megnézte, hogy hol lehet állítani a amikor ülést. Amikor segélet megszokásból. Helyes. Nézze, be akarta magát kötni. De cuki, hát figyelj, jogkövető magatartást, szeretjük. Mondjad, mit csinál Moni? Igen, ő is biztosra megy, mint a feleségem az ajtót tekintve, tehát így csukja be. Lehúzzuk az ablakot, hogy Feri hallja, hogy beszélünk. Na, Mónis is bevágja az ajtót? Igen, ugyanez a kategória. Igen, jelezve mindenkinek az utcában, hogy ez az ajtó be van csukva. Tényleg, Viki is ilyen. A nők kicsit erősebben csukják az ajtót, nem? Nem tudom, én oda szoktam rá figyelni. Te is hallod ezt a sztereotípiát egyébként, hogyha nő vagy, akkor valószínűleg rosszabbul vezetsz? Természetesen. Mit szólsz hozzá nőként? Igyekszem majd rácáfolni.
Nagyon helyes. Hát figyelj, Ricsi, nem azt mondom, hogy rekordját, parkolását nem lesz igazából nehéz megdönteni. Egy hajszállal jobban parkolsz, és már agyonvertük ezt a sztereotípiát, jó? A lényeg, hogy egyenesen állj be, mintha tulajdonképpen két autó közé próbálnál beállni. Ez a klasszik párhuzamos parkolás, ugye, Feri? Ezt így hívják. Így van. Nézd, a Ferit úgy néz ki, mint egy ilyen klasszik vezető. Az oktató, kicsi lány, akkor mit tud ajánlani a jogosítványért? Cserébe mutassa a combját. Igen, igen, Feri kézifék. Kicsit... Várjál már, hova megyünk? Feri kicsit befészkelődött az anyós ülésre, és egy ilyen klasszik elhízott oktató. A kereszt anyád, az az elhízott, te. Mondjuk mind a két térdeben van már, ahogy hívják, a kesztyűtartóba. Ilyen bácsisan Feri beült, és indulhat a vizsga. Nem? Így ült be melléd az oktató régen. Indulhat a vizsga, kérdezzék. Készpénzes boríték van magánál. Kétszer megbukik, harmadszóra meg is gyerekek, itt az itt tempó van. Figyelj. Lassabban nyomtuk a dolgot, párhuzamosan tessék odafigyelni. Én Violának drukkolok, gyerekek, Violának drukkolok. Egyszerűen párhuzamosan kell beállni. Egyenes legyen a kocsi eleje. Nagyon jó. Középre. Kicsit mondta az agoktató. Hopp, egy kis duda is benne van. Azért, hogy álljanak arrébb. Nem, Feri megnyomta a térdét. Nagyon jó. Rá, Viola, még egy picit én alászedném, Viola, hallasz. Kicsit aha. Még alászedném. Viola. Aja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 j
Az a baj, nem egy akarok, kicsit, igen. Verdében áll, mint Ricsi. Alapom az a baj. Tehát milyen viszonyítási alap? Volna, akkor könnyebb, így viszont csak hátra figyeltem az oszlopra. De Violának kiváló hangja van egyébként. Uh-huh. Azt kell, hogy igen. Mondjam, hogy nagyon. Nagyon és, jó hangja és van. És az, hogy hátra figyel, az nekem külön szimpatikussá teszi. Ügye állat. Ne figyelj rá oda. Violának, ha kicsit alászeded, akkor beálltál párhuzamosan. És még egy nagyon picit finom kuplunggal kezdj el úgy tolatni, hogy mire odaérsz az oszlophoz, addigra egyenesbe lesz az autó. Hidd nekem. Na, csúszt, finom kuplung, mehetsz még egy kicsit. Nem, 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 úgy, az a segítek lényeg, és hogy... megnyerjük a versenyt. Mi nők. Roha, igen. Szedd alá, úgy, még jobban, és még tolass egy kicsit. Bízál bennem. Még tolass egy nagyon picit finom kuplunggal. Igen, jó, igen. És most állj meg. És király, most már tudják használni a mellettünk lévő Rocky parkolót is. Figyelj! Hát, Viola egyébként a te életedben otthon is vannak ilyen okos férfiak, akik mindig megmondják, hogy mit, hogy kicsit szedd alá, jó, sok, rövid, kevés, mit csinálsz? Nem, nincs. Nem zsibasztanak? Nem szól bele a pasidabba, hogy hogy vezetsz az anyósülésen? Nem bizony. Nem? Nem hagyod, egy nagyszájú csaj vagy. Jól van. Oké, hát gyerekek, kis segítsége, azt kell, hogy mondjuk, hogy rácáfoltunk. Erre kicsit olyan, mintha megemeltük volna a Jimny aját, és betettük volna, hogy segítsünk Jolának, de... De egyértelmű. Picit megzavartam Jolát a jobb ülésről jövő tata szag. A keresztanyád! Miért? Milyen tata? Jó, oké. Hát figyelj, nagyon jó. Csináljátok már felül így egy képet, aztán hozzatok egy flexet, hogy kivágjuk. Annyira klasszik. Annyira tudnék menni föl a meccsekbe így. Annyira klasszik. Tudod, mit fogsz kapni ezért? Ha valaki ráhívja a tűzoltókat, hogy hozzák a hidegvágót, jó? Simán elfélek. Egy-egyben csiga-biga autós is. Hozzá. Igen, Feri nagyon jó oktató lenne. Na jó, köszönjük. Gonoszak. Puszi, ügyes voltál. Köszönjük szépen, Viola. Látod, milyen gonoszak hitt a telefon. Azt már régen odaadtam, kisfiam. Zseni. Nagyon jó. Na, gyertek, Viola, kérdezzük. Nem kell kabátod? Viola, sálat kabátot ne hagydott. Kérdezzük meg szakkommentátorunkat, mit szólt az eseményhez. István néni. Megyünk is szakkommentátorunkhoz. Na, hát nem tetszett jönni? Hát vártuk. Tessék? Nem, hogy itt várok rá. De miért nem tetszett oda jönni? Nem szelfizünk, de ott most volt egy verseny. Mi az? Mi az? Az mi? Egy sörös címke. És későn kapcsolok. Ja. Na, azért tetszett hallgatni a versenyt? Hát, amit hallottam. Ja, tegeződünk, néha magázódunk. Hát, folyamatosan hát, változik a viszonyunk. Nem kell magázódni. Nem kell? Jó, hát csak az ember úgy... Fehér vagyok, azért lehet tegezni, nem? Igen. Na, kik a jobb vezetők, a nők vagy a férfiak? Hát, én nem mondanám azt, hogy valamelyik rossz. Na, sehogy jó. Mind a kettő jó. Ez egy nagyon diplomatikus vélemény. Most van rossz. Ezekből is azok. Egyébként tényleg így van. Tényleg így van. Jól van, maradsz még 10-ig, tényleg? 11-ig is. Jól van, puszi. Köszönjük szépen. Én is. Na, hármasugrás játszunk nem sokára, de mondjuk hallgatóinknak, hogy ne írjanak SMS-t, és ne jelentkezzenek játékra, mert hogy a helyszínről választunk majd. Jó? Úgyhogy Ákos elmondja a legfrissebb híreket, ha van közlekedés, küldjétek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show! A Gyűszi Rócsó, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3:49 volt, pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Miskolcon Nagyfeneköd van, köszönjük. Kérem az autót. A párom autója a szerelőnél tűnt el. Furcsa, de igaz. Írja egy hallgató. Az mi? Beadod egy olajcserére is. És eltűnik az autót. Hello, főnök. Jöttem az autóért. Hol a gép? Milyen autóért? Ide nem bozott semmit. Igen. Ki maga? Ferikém, nekünk meg csak a kolbász két végével van bajunk. Túl közel vannak egymáshoz. Kopi írta. Kopi Laci írta ezt, igen. Akinek egyébként ellopták az autóját. Na, gyorsan egy-két közlekedési SMS. Azt mondja, hogy tudtok már valami infót az új Trafipax hidak működéséről? Mérnek, büntetnek például az M1-es, M7-es bevezetőjénél a Sasadinál? Kérdezi Muki. Hát állítólag működnek. Bizony. Ott vannak, néznek mindent. Folyamatos ugye? Üzembehelyezés van. Múlt héten mondtuk, hogy már valami 20-at üzembe helyeztek, de ugye mind a 365-öt, mert nagyon viccesen pont ennyi van, ahány nap egy évben, mindet üzembe fogják helyezni. Igen, úgyhogy hát jobb követő magatartás, nem? Nem kell biztonsági, nem kell száguldozni. 50-50, a 70 az 70. Ugye? A 30 az 30. Mert hogy rengeteg ilyen a városban 30-al lehet menni, aztán közben odállnak fotózni. Tehát nem is értem. Tízes út elesett, Grassalkovics Road szintén, valamint Sajós-Szentpéter és Miskolc között, a vasúti átjárónál egy autó a feje tetején áll, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Na, aztán próbálkozzatok, parkoljatok, csak nyugodtan ne foglalkozzatok a villanyosztoppal, a pécsi édász, megoldjuk a rázós helyzeteket. Köszönjük szépen. Igen. Mi nők jobb vezetők vagyunk, mert sminkelés közben simán vezetünk, miközben ettől megijedve a férfi vezetők mutogatnak a telefonjukkal, amit lendületből elejtve belejtenek a lábuk között tartott kávéjukba, és kezdődnek a még nagyobb problémák. Jogos. Marcs írta. Egyébként tök jogos, így van. Persze, hogy jobban tudtok ti férfiak parkolni, mint mi nők, míg ti kis autókkal játszottatok, mi babáztunk. Nincs mit ezen csodálkozni, Erika küldte nekünk. Akkor én nő vagyok, mindig tolatva parkolok, Laci Cicus üzente ezt nekünk. Igen. Egyébként ez is érdekes, ezt is kutatták ebben a tesztben, hogy előre állsz be orral, vagy inkább továbbmész és visszafelé betolatsz. Ezt is nézték, hogy mit választanak a nők, mit választanak a férfiak. Én jobban szeretek betolatni egy ilyen szűkebb helyre, tehát nem előről bekanyarodom mondjuk jobbra, hanem előre megyek, alászedem és szépen visszafelé berakom a fenekét. Én inkább úgy állok meg. Nőként ez milyen érdekes. Ugye, hogy az ember érje, ugye, hogy ezért mi, így van, mik van, nem vagy a kivételt erősítő szabály. Igen. Na, csak mondjuk azoknak, akik követelték a fotót, Facebookra is föltesszük, de az Instagramon már fönt van. Istvánnéni képe? Istvánnéni már fönt lesz pillanatokon belül az Instagramon. Ott van, így frissítünk. Van. Imádták a hallgatók, és kérik, hogy Istvánné tegyük föl, mutassuk meg, ott van már az Instagram oldalunkon. Egyébként egész exkluzív tartalmak vannak az Instagram oldalon, csak mondom. Jani bosszantására tegnap lefotóztam a fürdőszobámat, még zuhanyzás előtt, hogy néz ki, és ezt is sikerült archiválni, és felrakni egyébként az Instagramunkra. Ott egy picit más típusú képek vannak, mint a Facebookon, leginkább azért, mert én szerkeztem, és sikerült, hogy 4 darab törölközőt ledobni egyet a zuhany alá. Csak egyet figyelj, Igen, mondom, hogy a zuhanytálcában nem kell törölközőt rakni, tehát hogy ez nem előírás. Fél, hogy elcsúszik, tudod? Azért van. Biztonsági. És írtam, hogy szegény Jani, ha ezt látná, igen, hogy melegben legyenek a kis talpacskáim. De nálad miért ilyen színű a csempe? Nálam még fuga sincs. Azért, mert ő a menőszobát kapta. Persze, neked tető sincs az ablakodon, és befújt a szél, és hideg volt a már szobádban. Már az is kellemes meglepetés volt, hogy az a kanna, az a locsoló kanna oda fel volt akasztva a hideg igen. vízzel, a spárgával, igen. és hogy le tudtam zuhanyozni. Rájöttem, te kicsit szép. Rácsúsztál erre a Márti szerepre. Mindig nekem a legrosszabb, mindig engem bántanak, mindig akkora szobád van konkrétan, elmondtam. Most egyébként nagyon akkor, komoly. Mint a miénk, mert egymás alatt lakunk igen. szépen, 4-3-2. Tehát, hogy a sarokszobát kapta te is, most én nekem nem állt kiabálok, mert bementem, azt mondta, hogy ha-hó, és még 2 perc múlva is hallatsz, hogy ha-hó. Nincs annál jobb, mint amikor az ember fél a szállodai szobájában akkora. Tehát ezzel nem volt egyetlen baj. Problémám van vele, megmondom őszintén, hogy a utcafrontra néz a szoba, és egy ilyen hatalmas üvegezett felület ugye a szobának az egyik fala. És viszonylag későn kapcsoltam, amikor rájöttem, hogy... Viszonylag későn kapcsoltam, hogy amikor este felé, amikor már kezdett, hogy besötétedni, és én mondjuk elmegyek zuhanyozni, és hát ugye nem öltözködöm fel mindig a fürdőszobában, hanem még a szobában mászkálok egy picit, igen. úgy pőrén. Ugye, igen, amikor megtaláltad a felnőtt tartalmakat a tévében, és pajzán gondolatai támadtak. Igen. Hogy most nagyon megbünteted magad. Hogy szemben van az iroda épületben, ami velünk szemben van, hogy akkor olyankor még olyan dolgoznak, hogy készítenek esetleg fotókat, hát nagy felbontású ezt? Képeket, hogy esetleg van bent távcső, látcső, valakinek egy jobb szemüvege. És végignézi mondjuk azt, hogy én ott pucérkodok. Házból lentről is lehetett mindent látni, megnyugtattak, mert én akkor jöttem vissza, amikor te tusolni mentél. És tényleg igaz a mondás. Igen? És tényleg.
Itt tényleg nem. Igaz a mondás, János egyedül sem magányos, nem? Igaz a mondás. János sosem magányos, ha egyedül. Mindig rajtosodik mögöttem a szőnyeg. Igen, búja perceg Jani szobájában. Ha egyedül vagyok, sem vagyok magányos felkiáltással. Na jó van, drága pécsiek, mindenki szelfizett már? Mindenki? Csináltatok sok fotót? Helyes. Egy óra múlva ilyenkor már sorsolunk. Újonnan érkező újoncainknak mondjuk egyébként, hogy tessék gyorsan csinálni egy szelfit valamelyik autóval, odaadni a hostesztányoknak a képet, vagy legalábbis megmutatni, és utána kitölteni a jelentkezési lapot. Bedobni 3-4-10-kor valakit. Hát egyelőre virtuális kulcs tulajdonossá teszünk, aztán pénteken nyomunk majd a kis puha kacsolyába egy igazi kulcsot, és onnantól kezdve már csak azon imádkozhat, hogy az ő kulcsa nyissa majd ezt a kis vitarát. A világ legjobb 6 embere között leszel ma, aki ma bejut. Azért ez nem a legjobb 6, tényleg. Kicsit talán messzire mész, próbálom meg, hogy nem értem, most ide, Amerikából ide jöhetne valaki, és azt mondja, kérem a Suzuki kulcsot. Na? Ez igaz. Látod? Ebben most igen. Húzom emellem a játékot. Hát nem tudom, én még azért még picit bizonytalan vagyok, de a régi munkakapcsolatnak a tiszteletére azt mondom, igen, pedig igazadban meggyőztél. Nehezen, de értem, hogy mire akarsz kiugadni. Na, mutatjuk a beugrót, jó drága pécsiek, figyeljetek! Mutatjuk, hogy mit kell kitalálni annak, aki szeretne hármas ugrást játszani. Ugye helyszíni játékosaink vannak, 5 darab dalrészlet jön, vagy az előadó, vagy a dalrészlet kell nekünk, szám szerint 2, jó? Figyeljetek, mutatjuk! Ez a beugró a hármas ugráshoz. Aha. Jézus, Atya, Úristen! Nehezítettünk a pécsieknek, kicsit tudtuk, hogy nagyon okosak, ügyesek, mindent kitalálnak, és ezért nehezítettünk? Ez nem könnyű. Ez nem volt. Mutatjuk még egyszer, figyeljen mindenki! Hát az utolsó 2-3 az nekem teljesen sansztalan. Nekem az utolsó 5. Teljesen sansztalan. Én egyet ismertem fel belőle. Nekem 2 megvan, a két eleje. Mármint, hogy úgy értem, hogy az első eleje. Az első 2. Na jól van. Tehát tessék gondolkozni, kitalálni, és hát jelentkezni a hostess lányoknál a játékra. Jó, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 5 perc múlva pontosan 9 óra itt vagyunk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Pécsett. A Bacsi-Zsinicki utca és a Nagy Lajos Király útja sarkán lévő parkolóban, hát a pécsiek tudják. A pécsiek tudják, hogy hova kell jönni, és mindenki töltött már, ugye? Remélhetőleg mindenki töltött már, jól van, mindenki bologat. Regisztrációs lapot szelfizni kell ugye valamelyik autóval, és kitölteni. Kicserélted a széket? Mit? Kicserélted a széket? Persze, mert hogy alacsonyabb vagy. Igen. Egy kicsit rombolom az imidzset, ne haragudj. Kicseréltem? Nem cseréltem. Nem? Most én nem. Én nem tudok följebb, én ülök valamiért nagyon alacsonyan. Na, és van egy holnapi helyszínünk is, nem szabad elfejteni. Egy olyan helyszínre menjünk, ahol még nem voltunk, a rádióval legalábbis semmiképp. Ugye Esztergom szűzek vagyunk, és szeretnénk Esztergomban is nagyon sok mindenkivel találkozni, szeretnénk, ha sokan lennétek, eljönnétek. A Széchenyi téren leszünk majd, a Rákóczi tér felüli végén Esztergommal holnap szerdán. És nem voltunk még Esztergommal, bár Balázs elég gyakran emlegeti őket, hiszen az egyetlen akkel a szöveg, amit ismer, a Hiroshima atombomba imádkoznak Esztergommal. Ezt hallottam, és mondtam, hogy nem is akarok több akkelát hallgatni. De rögtön bebifláztad egyébként. Hiroshima atombomba imádkoznak Esztergommal. Onnan tudom, hogy gyönyörű egy Farkas Gusztáv nevezető gimnáziumban együtt ér osztálytársam, és ő a farkas farsangokra ingyen mehetett. Így van. Így ha felmutattad a szemét, hogy farkas a vezeték neve, akkor az Akkele koncertre, mint 300 forint volt a belépő. Hát átkerestál kedem. Utáltuk mindig, hogy ingyen, mert már 300 forint, akkor brutál sok volt. A főnökik igazi zsenik voltak mindig marketingből, és a farkas keresztnevőek is egyébként mindig. Tényleg? Aha. Farkas farsang, ez volt az Akkele bújik. Zseniális. Ez az Akkele bújik. És ellették a várost ilyen, hogy farkas bőrökben mindenféle ilyen fura cuccokba bújt rockerek, akkor mindig létezik így lehetett tudni. Ez a Nincsenek szerintem. Nem, már mindenki külön szóló projekteket futta. Ezt már elmondtam, én a gitárosukhoz jártam gitározni, tanulni. Hát, ahogy emlékszem, egyszer játszottál itt adásban egy riffet, nagyon nem haladtatok előre. A Pavel Kagyuszihoz? Szerintem igen, az október 6-a utcában, vagy valahol az, nem is az Oktogonnál volt valahol a lakása, és mindig beültetett a konyhába, mutatott valamit, hogy játszak, azt kiment, megkaját, meg az anyjával beszélgetett, én meg egyedül a hajzébe. És ezért te fizettél? Nem tudom, elmentem háromszor, aztán abba hagytam. Iszunk vagy játszunk, iszunk. Akkor így jó.
Úgyhogy ez volt. Na, Instagramon tessék bennünket követni, nagyon sok extra tartalom van az Instagramon. Jó, Facebook oldalunkat hát nem kell mondani, ott is nagyon sok képet, videót láthatok a kitelepülésről, de Instagramunk oldalunkat is mindenki figyelmébe ajánlom egyébként, hogy hát a mai reggel sztárja Istvánné és a Istvánné. Tegnapi szobád. A tegnapi szobaképek így van, a fürdőszobaképek, csak hogy Janival mi miben vagyunk különbözőek, ugye még az ember meg se fürdik, már három töröl között elhasznált, archiváltuk, János bosszantására feltettük az Instagramra, csak hogy védjük a környezetet, kettő törcsi pedig már a sportáskában landolt, ugye, hogy otthoni törölköző készletünket is frissítsük. És ahogy te is mondod, így van, Istvánné pedig már fönt az Instagramon. Fönt van, már 831-en lájkolták, nagyon sokan kommentelték is. Csak mondom egyébként, hogy ilyesmire ne pazaroljatok már így a karaktereket, hogy a Jani Sámlira látta azért olyan magas, stb. Nincs ebbe ennyi, jó? Ezek a dumák már akkor is fáradtak voltak, amikor én nagy csoportos voltam, pedig azért már elég régen volt. Jó, de mondjuk csecsemőnek minden vicc, persze, hogy szokták mondani. Gyereke. Mindig elsütnek valami, tudod milyenek? Tudod milyenek? Csak a vicc, csak a humor, mi? Csak a humor, csak a vicc. 937 egyébként, csak már mondom, nem tudom milyen oldalt nézel, de 937 már a lájkok száma. Úgyhogy frissíts. Na, gyerekek, olyan masszázson voltam tegnap, akarok mondani egy mondatot erről, de... Akarok azért mondani, csúszka, összejött végre, csúszka masszázs. Összejött a csúszka masszázs, bumbum finish, gangman finish, minden volt, nem egy sima tájmasszázs. Én kifésültem tegnap este Feri hátát. Kinek mi jut érted? Az sem volt rossz. Gyerekek, az a jó a tájukban, hogy nem néznek televíziót, nem hallgatnak rádiót, és ez azért jó, mert egyszerűen fogalmuk nincs arról, hogy ki vagy, és én ezt nagyon szeretem, hogy nincs, beszélgetni kell, kérdezem, és semmi, fogalma nincs. Aláírása. És ugyanazzal a szemtelen arccal gyötör úgy meg, és tesz tönkre, és aláz meg, és amikor békapózban fekszik rajtad, és te pucsítva üvöltesz a szobában, annyira fáj mindened. Gyerekek, annyira legyúrt, hogy el nem tudom mondani mennyire. Én voltam az utolsó vendég, azt hittem, hogy összefutunk egyébként, és jössz. Nem, én altájon voltam. Egy másik típusú masszázs, de hogy is. Nem is telefonáltál oda? Nem is kértél időpontot? Nem telefonáltál oda? Nem, végül is nem. Egy nagyon kedves ismerősömmel találkoztam bent a városban, és így 4 órácskát beszélgettünk. De nem volt 7:30 körül egy telefonod, hogy valami szabad hely? A Thai Massage Klubban nem telefonáltál oda 7:30 körül? Nem. Hogy van-e szabad hely, nem? Mert betelefonált valaki, és én azt hittem, hogy te vagy, és át akartam kérni, csak mondta, hogy álnév, álnév, és mondom, ha álnév, akkor az olyan, hogy adom, majd aha, én beszélek vele. Álnév? Igen, mert a recepciós lány azt mondta, hogy ő ismeri az összes klienst, és hogy nem, nincs ilyen nevű. És mondom, ha álnév, akkor mondom, biztos, hogy Jani akar bejelentkezni, mert mondta, hogy majd add át a telefont, akartam vele beszélni, de nem adta át, letette. Nem te voltál? Mi a lányelőtt, Sanyi? 7:30 körül álnéve, nem telefonáltál be, hogy jönni? Isten és Bencenével szoktam egyébként bejelentkezni. És majdnem kivettem a recepción a lánynak a kezéből a telefon. Ad ide biztos, Jani, mondom, egy szabad időpontot akar kérni, de akkor nem te voltál. De álnéve miért jelentkezne be valaki, hiszen ha oda megy, akkor le fog bukni. Nem tudom, ez Janitól kérdezem. Ja, miért jelentkezel be álnéven valahová, Jani? Hát figyelj, én bármikor bejelentkezek állni, és oda megyek, soha nem ismerek fel. Mindig azt mondják, Jason Statham? Jason Statham. Hát azt mondtam, hogy én a Pitrai, meg a Vágó, meg a Fridi nevére szoktam asztalt foglalni mindig, ha megyek valahova. És ebből, megérkezel, és mondják, hogy Friderikusz úr, üljön le. Ebből derül ki, hogy mennyire szeretik. Tehát ebből le tudod követni azt, hogy a Vágónak milyen asztalt adnak a Fridinek, milyen asztalt adnak a Vitrainak, milyen asztalt adnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó kis teszt. Azt magyarázzátok ennek, hogy ezzel a tájmasszázson mi a jó? Mert mindenki azt mondja, hogy annyira összetörtek, most is te is, hogy a gerincedet kiszedi. Hát attól függ, hogy melyiket. Mert ő valószínűleg tradicionálisan volt, azért az melósabb. De mi a jó? Én azért fűztem le róla, mert picit azt éreztem mindig, hogy így mindent, hogy a hazámtól távol kell lennem, nem lehetek a családom, mert az összes dühét, gyűlöletét, frusztrációját beleadja a masszírozásba, néha a kislány, és így megöl. Szénné kínoz, és természetesen, ha talál mondjuk egy csomót a hátadba, azt olyan lelkismeretesen szétgyúrja, könyökkel, térdel, mindennel gyakorlatilag, amit talál bent a helyiség, és széklábbal, akármivel, hogy a végén sírsz. Nekem igen, volt olyan, hogy befizettem 1,5 óra, és 1 óra után könyörögtem az életet. Hogy igen, hogy legyen már vége, legyen már vége. Na most összetörnek, mondta. Egyébként tényleg, és rezzenéstelen arccal. Nagyon jó, azt mondják, a lusta emberek jogája, tehát végig nyomkodja az összes pontot, kimasszíroz mindent, a szervédet is, ahogy rád nehezedik, összenyomja, azok jobban méregkénytelenek. 1 óra után tényleg úgy érzed, mint akit megaláztak. Lusta emberek jogája? A lusta emberek volt időd elolvasni a prospektusokat. Nem olvastam prospektust, a tájmasszázsa tényleg ezek a lusta emberek jogája, hogyha csak szeretsz feküdni, nagyjából ugyanazok az élettani hatásai vannak. Egyébként tényleg elképesztő. Tényleg elképesztő, de darabokra. Nem csak, te áldoztál egyébként tegnap a testkultúra oltárán. Mit csináltál? Üldögéltünk egy kedves ismerősöm, egy Koltai Arnold, egyébként az Elite Challenge-nek a létrehozójával, aki pécsi tőzsgyökeres, és nagyon kedves ismerősöm. És ott üldögéltünk egy ilyen röpke 1,5 órát, aztán 2-t, aztán 3-at, aztán 4-et, és egyszer csak az Arnold azt mondja nekem, hogy ott a Feri.
Mondom, hol? Milyen Feri? A Rákóczi Feri. És egyszer csak azt látom, hogy elrobog mellettünk valaki. Hol volt? Talpig feketében Feri a Széchenyi téren keresztül rohant, de hogy nem kis tempóba. Én megfutottam Pécset. Így van. Tegnap. Futni volt tegnap. Van egy ilyen nappali hentes, amit 10 perc. Igen, és tudtam, hogy zárás előtt van, mondom, még oda kell érnem. Én mondtam, és egy után akartam kiabálni, hogy Feri, helynek fölfel, akkor meg tudsz állni, bát! Figyelj, ugye robogott mellettünk, hogy elképesztő. És az Arnold rögtön kiszúrta. Ott a fel, mondom, milyen Feri, nem is épült be. Tehát, hogy így, hogy most... De így borultak jobbra-balra a nyugdíjasok, padokra, galambok repültek szét a Széchenyi téren, átment a dómon, még keresztül mindenen. Figyelj, lefelé, ha ez a test megindul, gyerekek, érted, ott sebesség. Tudod, hogy hogy van ki? Zár a csülkös! Most már Feri még odaér. Már a csülkös után volt. Tehát amikor tudod, jön a T-rex, és így a lábnyomokban így rezeg a víz, tudod, így lehetett látni, hogy a pocsolyákban így... Azt látom egyébként, rezeg a víz. Padlógázzal egy terepjáról, egy Jimmy-vel hajtottak előtt el páron, és iszonyatosan rettegtek. Hát annyi, hogy te olyan vagy, mint az uszály, hogy ugye el kell kezdjen fékezzen 3-4 kilométer, mivel megáll a Dunán. Ugye te is ilyen vagy, hogy már láttad a szállodát, jelezett a telefonod, hogy 800 méterre vagy, de már kell kezdened fékezni, hogy ne szakíts be a fotocell a sajtot. Tehát a hegyről, hogy megindulsz, mínusz 2 kilométer, hogy fékezel, nem? Hát persze, sőt, én már úgy indulok el, tudod, hogy a megállásra koncentrálok. Figyelj, de azt azért néztem, hogy Feri hogy fut hozzá képest, tehát hogyha én mondjuk egy lépésszámlálóval futnék mellette, az enyémet már háromszor újra kellett volna indítani, meg reszten. Figyelj, ő egyet lépén 10-et. Hát tényleg? Nagyon durva. Ekkor a lábbal így lehet nagyon futni. Durva. Mennyit futottál? Hatot. Hatot? Hatot. Itt végig futottam, ahol vagyunk, megnéztem, elfutottam a Székesegyház. 6 perc azért nem rossz. Az 6 perc, és én mindezt 6 perc. A Székesegyház föl a Dzsámihoz, Dzsámi fölött föl a hegyre, és akkor ott legurultam, ott volt a lassulós ott része. Ott megbotlottál és legurultam. Ott a szálloda megállított, szerencsére jó felé gurultam. Igen, a szálloda, csak annyit tartom, hogy feszítsétek a védőhálót! Feszítsétek a védőhálót! Szigonyosok, figyeljetek! Kapitány, lőhetünk! Csát valaki fél lábbal egy bankon, tudod, lőjetek! Ha ezt az aranypénzt megkapja, az, aki eltalálja Feri. Mint a Gregory Peck-et láttam volna. A hátán, igen. Nagyon sportos benyomod, nagyon sportos benyomod. Muszáj ez a dohányzás. Egyébként pont a Janinak mondtam, hogy jöttünk tegnap, hogy tönkretettétek az életemet ezzel, hogy leszoktam a cigiről. Nem lehet egy normálisat enni, érted, este, mert elhízol. Heti 4-et kell futni, ilyen egy én, érted? Egy én, aki olyan gyönyörűen tudtam kocsmákba ülni estéken át, enni, és dohányozni, és inni, érted? Egy én, nekem futkároznom kell, hogy ne szedjek fel 30 kilót, csak ment a 20-at. Ilyesebb vagy egyébként, többet tennél? Hát, tényleg? Amikor a közvetlenül leszokás után ott volt, hogy így 11 óra körül magamra rántottam, ami otthon volt, de... Beestél a hűtő elé? De teljesen egy gyerek nutellás vödrébe így bele a fejemet. Nem oda. Nem felemelte, a fejfén kinyitott, és beráztam. Jöttek! Ott voltak, tehát ilyen rohamok azért vannak leszokás után. Közvetlenül, de nem, most már tudom kezelni. Ha mondjuk, hogy a tegnapi desszertemet benyomtad volna, tartott még egy kis értekezést. Hát ugye egy pár hónappal ezelőtt, vagy évvel ezelőtt voltunk itt, és akkor értekeztünk az étteremről, ahol kajáltunk, és ott volt egy-két keresetlen megjegyzésem, és most azt éreztem, hogy ennek tükrében tegnap mindent beleadtak a desszertbe. Egyféle desszertet kértem, egyébként egy csoki szuflét kis málnafagylaltal kioszták a tálat, és elmondom, hogy mi volt rajta. Volt rajta egy csoki szuflé málna fagylaltal, de volt rajta két makaron, volt rajta egy Eszterházi torta, volt rajta egy pohárkrém, volt rajta szeder, volt rajta ribizli, gyakorlatilag szerintem... Igen, picit azt éreztem. Nem akarták kidobni. De jó, nem akarták kidobni. Adjátok oda neki. Egész héten mosott a Bernát egyik. Adjátok oda a kicsikát. Úgyis az utolsó vendég, az utolsó fizetés, tegyél mindent a tányérája, úgyis a szemétbe menne. Na jó, lejátszunk még az utolsó játékot? Nem. Legyen így, hajrá, toljuk. Mi az? Ki az? Hol? Hát a betűkeresős játékunk még ugye hátra van. Tényleg. Bizonyám, hát azt még nem játszottuk le, és ugye most is egy család, vagy egy pár, vagy valaki... Vagy bárki, a fejem vagy akárki. Nőtt, vagy a szemüvegem lett szűkebb, nem megy fel a fejemre. Azt nem tudom, de a másik nadrágodban van a segged. És miért bajom, a Gönci Gabisba nyomom? A Gabi se viszi magával a fókuszba a fenekét. Hát most kicsit én is. Felfele mutatja. Na, gyerekek, hol vannak a mi hostess lányaink? Én utánuk megyek, mint egy világító torony után a tengerészek tényleg, hogy így, hol vannak a játékosaink, ki az, aki betűt keres, mutassatok rá, mondjátok, integessetek, tegye fel a kezét, aki játszik. Na, ki keres? Itt az egyik párosunk.
Szia, Dani vagyok. Dani? Boton. Dani és Boton, hello. Ti a vitarát választottátok. Így akkor van. Ebben kell megkeresni a betűket. A játék annyiról szól, hogy meg kell keresni az összes betűt, értelemszerűen V-I-T-A-R-A, ugye ezt? És vajon miért? Elsőben ez feladat, ugye, a betűzés ugye, elsőben. De mi lehet a logika? Brutálisan fejlődöm, és ezt kell egymás mellé tenni, vagy hát legalábbis megtalálni, és akkor fölpakolni az autóra, ott összetenni. Ki a másik család? Ti vagytok a másik család? Ti vagytok a másik család. Ők a másik család? Ugye, ők a másik család, aki másik? Hello. Bedővári Zsolt vagyok. Zsolt. Bedővári Nédám Ildikó. Atyaisten. Ákos lesz a titkos fegyver, mert ő befér mindenhol. Nagyon jó. Nektek mit kell megtalálni? Melyik autót választottátok? Ezt az autót? Ez nem, ez az enyém, ezzel én járok. Ja? Nehogy már. Hello. Melyiket? Igen? Melyiket? Lányok, segítsetek! Mindannyian a vitarát választottátok? Meg a másik. Akkor kérünk egy kis helyet, hogy menjetek arrébb, jó? Egy kicsit a kocsinál. Jó? Jó. Na, tessék rá elkészülni, innen is tessék egy kicsit azt elmenni. Azt mondja, hogy ez nagyon ugye sokan vagyunk. Az S-cross. Így van. Na, a betűket meg kell találni időre. Jöjjön a család, gyertek, gyertek. Mert aki először megtalálja és értelemszerűen kiteszi úgy, hogy az olvasható legyen, nyer egy hétvégi tesztvezetést, méghozzá annál a típusnál, vagy hát tulajdonképpen azt a típust, amit ő megpróbált kitenni. Jó? Nagyon kemény helyre dugtuk el a betűket? Nagyon eldugtuk? Szerintem igen, úgy igen, a hátsó kerekek alá. Közöttetek milyen kapcsolat van? Kollégák vagyunk. Kolléga, jó. És akkor ki fogja vinni az autót hétvégére? Hát én. Egyet. A világos az a vén. Hát kíváncsi. Ezt hamar megbeszéltük. Na, itt nálatok ki keres? Szerintem mindenki keres. Jó, keres. Ákos, én háztartásbeli. Ákos, megfogjuk, ha akarod, de szerintem az a jó, ha te beveted magad az autóba, jó? Indítjuk az órát, 3-2-1, tessék. Megkeresni. Gyerünk. Így van, porzik a murva. Így van. Keresétek, várjál egy másodpercig. Ne kezdjétek egy el. Picit most így annyi nehezítés van, hogy a vitarás csapatnak nem adtuk oda a kulcsot. Igen. Jó, megvan. Na, jó, figyeljetek, akkor még egyszer óra indul. Tessék! A lehető legjobban eldugott helyekre is gondolkodjatok, hogy vajon hát, ha ott van egy betű, aha. Ha valaki a kőműves dekoltázsok így felé van. Érdeklődik, akkor ide jöjjön, mert láttam már egyébként ilyen sürgés forgást. Legutóbb akkor, amikor az egyik pontgyűjtő kártyámat elveszítettem egy parkolóba, ugyanez volt. Igen, azt mondja, hogy megvan egy-egy betű már. Megvan egy-egy betű. Egy-egy gyakorlatilag az álláspörögetek, már kettő, jó, az S-cross betűi közül már kettő megvan. Papa ott van mellette. Jól van, így van. Hogy koncentráljátok a feladatra. Mindenki nagyon sürgősen keres. Uh-huh. Ákos, pici Ákos is egyébként annyira cuki a gyermek, ő is bemegy és keresi a betűket. De édes. A vitarások pedig már visszapörgetik a kilométer órát is. Igen, és kivették az aksit, illetve levettek. Két szíveringet és egy alufelnyit. Igen, föltették a szőnyeget. Így van. Jó? Jó, oké, okay, mondjátok közben, hogy körülbelül hol tartotok, hogy azért részleljük mi is, hogy a verseny az 3-3 zajlik. 3-3, jó, akkor ez szerintem döntetlen eddig. Jó, egyetlen okay. Egy sztori. Azt mondja, hogy 1-2-3, vitarából mennyi van meg? Nyomjad, Jani, tegyél rá! 4, azt mondja, hogy 4 van az... meg. Jó, S-crossból hány betű van meg? Már csak a Feri eddig sztoriba van. 2, gyerünk, pörögjetek. Ez a fontosabb. Pontgyűjtőkártyás történet, tegnap jövünk tankolni, mondom, te Jani, meg kell állni valahol, mert nincs benyánk, molkút. Meg nálj, nincs nálam a kártya! Ott maradt a móni rá! Ugye menjünk tovább, mondom, nem tudom, nincs benyá. De akkor nem lehet megállni tankolni, mert nincs a kártya. Az pontvesztesége járt. Figyelj, azt mondja, tankolnunk kell, mert már villog a lámpa. Mondom, a molka. Ja, jó, mert nincs nálam a kártya. Jézus, Atya, Úristen, te nem e világi minden vagy, egész hova biztos. Van. Na, figyeljetek, hogy álltok, mennyi van meg a vitarából? Még egy betű hiányzik. Leesett? Leesett? Aha. Jó. Hogy álltok? Sehol nincs meg? Lehet, hogy nincs is bennem? Azt mondja, hogy figyeljetek. Nem, baj, megmutatjuk a best-off-ot. Nagyon nagy a húzatok vele, mert... Aha, azt mondja, mit hogy jó, látszani? Még egy betű hiányzik. Igen? Hánynál tartanak akkor, ha egy betű hiányzik? Nem tudom, de szerencsé, hogy nem azt kell kirakni, hogy adaptív tempomat. Folyamatosan megy a keresés, mindkét autónál egyébként lázas sürgés forgás megy. A vitarából még egy betű hiányzik, az S-crossból mennyi hiányzik még? Mutassátok föl. Ezt az ember akkor látja. Így van, csak egy középsúlyot látok. Na! Apa! Mennyi van még hátra? Mennyi, apa? Nem, apának fogalma nincs jó, már. De apa nem eldugni kell a betűket. Aha. Uh-huh. Jó, azt mondja, hogy egyelőre, hát az még csak 3, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon húzzatok megvan. Bele. Nagyon jó. Úgy néz ki, hogy a másik csapatnak ebben a pillanatban sikerült. Hol volt az utolsó?
itt volt bent. Aha, értem, tehát közvetlenül a kormány mellett egy kis igen, szinte látom magam előtt, itt volt bent. Itt igen, az itt volt bent a kormány alatt, ahogy Feri is mondja. Jól van, a jöjjenek a kollégák akkor ide, mert hogy megvan gyertek. A tesztvezetés. Hát Ákoséknak, szegény Ákoséknak ez most nem sikerült. Srácok, mit dolgoztok egyébként? Tűzvédelemmel foglalkozunk. Tűzvédelemmel foglalkoztok, nagyon helyes. Hát osszátok be ezt a nyereményautót, egy hosszú hétvégére vihetitek el. De azért ez egy barátságos leosztás legyen. Így jó? Van, így van, mindenképpen. Mondjad? Az lesz. Az lesz, jó van. Köszönjük a játékot. Ügyesek vagy, szépen gratulálunk. Használjátok egészséggel. Természetesen a másik családnak is, illetve nem másik családnak, mert ti nem családok vagytok még. Bár ebből a munkakapcsolatban még ugye bármi lehet. Természetesen egy ajándékcsomaggal majd kompenzáljuk. Már meg is kapták. Jó, már meg is kapták. Így van, ezek elég kicsi betűk egyébként. Én azt néztem, hogy nem nagy betűk ezek. Nem és kérdezed, hogy milyen kicsinek látja őket, Feri? Most mit cseszegetsz? Azért nem hát magasabbról nézek. Egyébként azért. Na, ügyesek voltak a játékosok? Nem nyugdíjas módra adták elő. Nagyon nagy. Nem nyugdíjas módra adták elő. Így van. Jó lenne egy ilyen autót elmi? Tesztvezetésre se akarod megnyerni az unokáknak? Semmi? Te csak mi jöttél, nézel minket és kész? Igen. Igen? Én ez nekem egy éves feltöltődés. Édesem, de tudod, hogy nem sokára elmegyünk. Hát, még megvárom azt. Na, hát, de nem de, sokát is megvárom. Jó van, de cuki de, vagy. Ebből még szerintem, hogyha egy nagyon picit erőszakosabb vagy, szerintem lehet belőle egy jó kis esztergomi kirándulás Balázsra. Én azt mondom, hogy oda-vissza. Nem, annyira nem megyünk el. Nem, esztergomba nem? Voltam, mi lesz a Stiefolderrel, ugye? Hát ez az, hát egy éves kaja. Na, a jó kis Stiefolder, így van. Egy jó bazilika. Közösen. Mi bajod a lukammal? Bazilika. Nem értem, miért kell a testtájaimat emlegetni esztergomban. Itt vagyunk a bazilikának. Igen, hagyja úr is. Így van, és itt van egy nem túl szép lány, Rondella. Na! Hármasugrást játszunk! Játszunk! Jöjjenek a játékosaink! Na, hajrá! Játszunk már is! A hármasugrás a Morning Show-ban! Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello! Sziasztok! Hogy hívnak? Enikő. Enikő megjött egy pici gyermekkel a karján. Mekkora igen, a gyermek? Igen, Bálint, 17 hónapos. Ugye milyen hülyességet tud az ember mindig, ha kisgyereket lát, az ember kérdezi, mekkora és hogy hívják? Nem? Igen, igen. Meg ellágyult a hangod is. Mekkora a gyermek? Igen, de hát tényleg nagyon, nagyon, nagyon cuki. Mert őszintén, hogy kit érdekel? Nem, én mindig ezt kérdezem, de hogy egyébként imádom. Nagyon szerettiteket, mindig tapsol, amikor reggel bekapcsolom a rádiót, mondom, hogy Balázs, itt a Balázs, akkor tapsol. Megnézzük a Balázsót, igen. Azt is, Jézusom, hát ezt felejtsétek el, az rég volt, az már nincsen. Hát azóta már annyi minden. Változatát is szoktuk. Azóta már annyi minden történt. Azt akkor is fogják egyébként még ismételni, amikor tár rég a szóró parcellával lesz. Igen, engem már rég eltemetnek valahol Nagy Tétényi úton. Mondjad? Temetőbe dolgozok. Pécsübe. Na, kérdezés gondol, akartam, hogy miért vagy ilyen vidám. Mindennyi. Mit csinálsz a temetőben? Mindent. Mindent, amit kell. Hát az is, azt lehet bírni, nem? Persze, hozzá lehet szokni. Hozzá lehet szokni. Jól van, na. János, tudunk valamit a kérdésekről? Persze, én írtam őket. Nagyon jó. Fölírom a keresztnevedet, mondod még egyszer? János. Enikő, várjál, én jegyzetelek, csak nem találtam a tollamat. Enikő, mivel foglalkozol? Hát én most itthon vagyok a picivel. Az egy jó. Most egyébként pedig jó a temetőben. A dolgoztam ott is nyári munkán, így van. Sírápolás, vagy mi van? Igen, volt, az is sírgondozás, meg igazából így ilyen tájban leveleket összeszedni, ilyesmi. Kertészeti meló. Jó volt, szeretted. Jó, csak közben keresem a kérdéseket. Jó, nem annyira nehezek egyébként. Jó. Nem annyira nehezek. Mehetünk, Enikő? Mehet, igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik emberi szervben találhatók pitvarok? Hát a szívben. Így van, a szívben, de jó van. Gyűl, mindjárt nyom neked egy tapsot. Menjünk-e tovább? Baseball sapka a második ajándék. Persze, menjünk. Menjünk tovább. Hány nagy díj van még hátra az idei Forma 1-es szezonból? Basszus. Kettő? Nagyon kettő. Jó vagy, hát ügyes vagy. Tényleg. Nézed? Szereted? Hát nem igazán, mostanában nem. Mostanában már nem. Régen igen. Kinek drukkoltál régen, vagy hogy most nem? Hamiltonnak. Most is világbajnok lett egyébként. Igen. Most már háromszoros, ugye? Háromszoros. Nem akármi. Tenyit rajongó is. Komolyan? Néha szoktam nézni. Nézel teniszt? Komolyan? Igen. Basszus, van még egy. Nem foly Federer, ugye? Nem, én a Djokovic-szeret. Erről van szó! Á, gyerekek, az a baj, Djokovic most tényleg a Nadal mondta, a másik ligában játszik. Most megnyerte megint Párizst, most ugye már az ATP világbajnokság Londonban. Te ez most fájt egy picit, nem Djokovicot mondod, kicserélj a harmadik kérdésre. De helyes, jól néz. Djokovic jó.
Gyoko jó, meg nagyon közvetlen, meg a gyerekek most annyira más ligába játszik, mint a többiek, hogy egyszerűen érinthetetlen a csávó. Én most megértem, hogy sokan neki drukkolnak. Hát most úgy vettem. Kérdezem a szerkesztőnket, van erre idő? Szóval képzétek el, Párizsban Mörit úgy lerendezte az a döntőben kétszedben, mint a húzat. Előtte ki az, akit ez érdekel, hogy mi aha volt a döntőben? Na tessék, hányan néznek tenni? Kimegyek, tessék, addig dumáljunk. Most ne nyaljatok neki. Nem kell ilyen könnyű, ilyen szánalom. A kezem. Igen, ilyen szánalom tenisznézés. Őszintén, ki szereti a teniszt, sose beszélek róla többet, ha nincs háromnál. Tegye föl a kezét mindenki, aki szereti a környéken jó, a teniszt. Pécsváradon valaki? Ki az, aki gyűlöli, ha a teniszről beszélek? Ki az, aki utálja, ha a teniszről beszélek? Aha, azért na, csak őszintén! Több. Árulók. Aha. Egy csomóan tartózkodnak, nem is szeretik, de nem is utálják. Látod? Aha. Azért ez jelent valamit. Így van, ingatlan. Ők még hát, ha megszeretik valamikor. Jöjjön a harmadik kérdés? Na. Igen, menjünk. Hányszoros Grand Slam bajnok? Jaj, nem áll, milyen nemzetiségű Novák Djokovic? Azt hittem, most tényleg. Igen, mit nyert most meg Novák Djokovic Párizsban? Melyik hungarikumnak számító tevékenység megteremtője és mestere Kassai Lajos? Hungarikumnak számító tevékenység megteremtője. Kassai Lajos. Nem. Egy fantasztikus, nagyon szép, nagyon régi. Így van, de jó, befogadjuk. De jó vagy. Így van, a lovasi jászatról van szó, ami egyébként már tényleg, és a lovasi jász módszert hungarikumnak számít, és Kassai Lajos egyébként, aki éte nem is olyan nagy távolságban él itt egy tanyának közelben, ő ennek a mestere, létrehozója. Szuper. Igen, amikor én íjászkodtam, akkor nekem volt tőle íjam. Ő készíti íjakat is, nem csigás, de reflex íjakat csinálja, így nagyon klasszakat. Hát ilyen. Ő volt az, aki gyakorlatilag újra értelmezte, pontosabban összerakta a honfoglaláskori magyar íjat. Igen, nagyon jó íjakat készít. Jól van, ügyesek vagytok, na hát nagyon flottul ment ez Enikő, úgyhogy gratulálunk, van egy ajándékcsomagotok, puszi nektek. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Sziasztok! Ciao, köszönjük! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De aranyosak, helyesek voltak annak ellenére, hogy szeretik a teniszt. Még a Djokovicot is szeretik, igen, megbocsátható ez, ha valaki nem Federer rajongó. Na jó van, fél tíz múlt pontosan 3 perc, nem sokára húzunk. Egy szerencsés nyertes már-már majdnem, hogy autó tulajdonosnak mondhatja magát, és bent van a legjobb 6 között. Mert hogy 6 ember között dől majd el, vagy 6 ember közül dől, választjuk majd ki a nyertest, ugye, pénteken, tehát nem is mi választunk, a szerencse dönt majd, hogy kikapja azt a kulcsot, ami nyitja az autót, úgyhogy nem sokára húzunk a pécsiek közül, és jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 lesz, pontosan 6 perc, szóval hello mindenkinek, drága pécsiek, még itt vagyunk. Már nem sokáig 10 órakor elindulunk és megyünk tovább. Holnapi helyszínünk Esztergom, nem elfelejteni esztergomiak. Megyünk Széchenyi tér, a Rákóczi tér felüli vége, de hát honnan mennénk? Ugye? Honnan mennénk? Így van, hát nem, hanem a Rákóczi tér felüli végéről mennénk, úgyhogy Széchenyi tér, Esztergom, reméljük, hogy sokan leszünk. Itt Pécset abszolút elégedettek vagyunk a pécsiekkel, sokan vagyunk, jó idő van, süt a nap. Úgyhogy ezt ezen szokásunkat szeretnénk továbbvinni, hogy jó időt viszünk oda, és sok ember vár bennünket. Már megnéztem az odautat, nagyon pici kis kitérő, nagyon kicsi kis varga betű, de meg kell lépnünk. Nem, tudod? Mert Ferivel megyünk, és megnéztem, hogy hol van olyan kút, ahova van kártyám. Szuper, figyelj, veled élmény az utazással. Őrült jó lehet vedni 4-5 órát utazni. Hátba döktél ma. Na, mutatjuk, hogy miről is beszélgetünk ma reggel. Több apró kicsi témánk volt. Egyrészt Ferit megbüntették, és kellett találnunk egy hallgatót, aki van olyan drága, hogy elmenjen gyorsan ma a postára reggel, és még befizesse, hogy Ferinek ne emelkedjen a büntetés. Mi mindent megtettünk, hogy a hallgató ne jöjjön vissza, vigye el a csekket, vigye el azt a pénzt, amit Feri adott, és ezáltal háromszorosára emelhette volna Feri büntetését, plusz ugye kereshetett volna egy kis pénzt, de a történet nem így végződött. Mindjárt kiderül, hogy. Valamint találkoztunk Eszterrel, aki éjjel 3-kor indult el hozzánk. Egészen furamódon gyalog átsétált szinte a teljes Mecseki hegységen, és megérkezett ide. Vele is beszélgettünk, valamint hát Illés Istvánné Györgyit is ráakadtunk, és rájöttünk, hogy ő egy gyöngyszem. Ő egy gyöngyszem, imádjuk, szeretjük. Itt van még mindig. Egyébként ott van. Figyelőállásban van. Igen, vele is beszélgettünk, hát aki vallotta, az tudja, hogy mire számíthat, aki nem, az nagyon figyeljen. Úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ja, Istenem. Hát, ez mindent megért nekem, ez a Pécsre jövés, még az is, hogy Janival jöttem idáig életem. Még valamit mond, várjál, még valamit mondjon. György, még mond valamit. Feri, kiszalad. Jövök, drágám, a tutit nem hagyjuk itt ez a... Nekem mennyit megért ez. Ugye? Nem fáradtál el? Benne voltál az ismétlésbe.
ismétlésben benne voltál, mit szólsz? Hú, ez nem, durva volt kicsit. Miért volt durva? Dehogy is. Mindent nem kellett volna így. Nem mondtál semmi olyat. Semmi olyat nem ami mondtál. A szíveden, az a szádon. Az igaz. Sose tagadtam. Tetszik, tetszik. Vajon belőle. Igen? Már persze. Eljöhetünk egyszer hozzád vendégségbe? Úgy hárman. Nyugodtan. Igen? Főzöl igen. Nekünk valamit? Most is. Most gyertek. Is? Persze. Mit főznél nekünk? Hogy amit akartok. Mit akartok? Hát nem tudom, valami vegakaját a Janinak, egy szál kolbászat. Nekem egy jó rántott leves. Ne, izgassuk egymást a vegával. Mit lehet abu jót főzni? Miből? Vegából. Szójás székelykáposztát. Már meg is borzongtam te a szójás. Úgy, mint a Ferit. Micsoda, hogy? Kirázza a hideg, mint a Ferit. Igen? Szója, meg ilyen plutyka, meg ilyen. A jó plutyka, azt a jó rántott plutyka. Szitokszó, ez nála a szója. Kása, meg egyebek. Jó is az. Jó most is egyszer az. Egyszer meg lehet enni. Jó van. De szokjunk le róla. Csókoltatunk, puszilunk, jó? Csókoló. Pécs Újhegyről is, meg innen mindenki. Nagyon drága vagy, imádtunk, szeretünk, nagyot nevettünk. Puszi, köszönjük szépen. Na, sorsoljunk akkor egyet, jó? Derüljön ki, hogy ki ez a pécsi hallgatónk, aki kulcs tulajdonos lesz. Feri, belenyúl, húz egyet, ja. És mondja a nevet, jó? Ha nincs itt az illető, akkor addig húzunk, Feri közben kever-kavar, amíg nem találunk valaki olyat, aki, hát, aki itt van a helyszínen, jó? Ha valaki hallja nevét, gyorsan tegye fel a kezét, hogy lássuk, hogy azonnal itt van. Jó, előre nem ér jelentkezni, néhányan azonnal feltették a kezüket. Ez jó lesz? Bármelyik. Ez, amit most fogok? Jó. Bármelyik. Na, húzott egyet, Feri, gyorsan halljuk a nevet, én meg nézem közben, figyelem. Hogy ki az, aki jelentkezik. Halljuk. Fülöp László. Fülöp László. Fülöp Lászlót várják a hangos bemondónál. A Strandnyári főbejáratánál. Igen. Igen, ott van a másik oldalon, csak itt takarja. Valamelyik kis Klassz FM-es zászlónk. Feltűnően, feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a nagymedencénél. Na, érkezik már is, érkezik már is. Szervusz, Laci, gyertek. Laci, gyere, hello, ciao. Sziasztok. Ó, hát Laci egy gyermekkel érkezik. Hello, Laci. Sziasztok. Saját gyermek? Nagyon meglepő. Igen, most igen. Találta, így csak sír csontolta. Fölhozzád hát. Igen. Laci, honnan jöttél? Nagykozárból. Nagykozár. Mennyire van innen? 2-3 kilométer. 2-3 kilométerre. Mióta vagy itt? Hát egy 8 óra óta körülbelül. 8 óra óta. Igen. Selfiesztél, bedobtad és igen, akkor... Igen, itt a bizonyíték el. Elhisszük, azt már a hostess lányok, megnézték. Aj. Mekkora a gyermek? Hogy hívják? Ő 6 éves. 6 éves. Decemberben. Bálint. Jól értettem? Jöbb Bajna. Barna, Fülöp. Ja, Barna, bocsánat, csak rajtam füles van. És nagy rajongója az egy perc is nyersznek. Ó, édesem, de aranyosak vagytok, köszönjük azt szépen. Azt már levették. Nem mondd meg. Ment, de most már vége. Ja, jó, majd megnézitek a kúlon. Volt, de már vége van, így van. Minőségi, szép, funkcionális autó, és szükség van egy autóra a gyerekek miatt a családban, ezt írtad, mert van egy ilyen kérdés, hogy miért a megjelölt modell mellett döntöttél, ugye itt x-elted a vitarát. Hány gyerek van? Kettő gyermek. A kisebb az 8 hónapos. 8 hónapos, de jó, és egy régi autó, vagy régebbi? Ami jelenleg van. Ami jelenleg van. Igen, igen. Az egy régebbi az autó. Egy régebbi autó, és jó lenne egy... Jó lenne másik. Újítani. Kinek nem lenne jó egy ilyen? Bizonyám. Ráértek-e pénteken délelőtt, és el tudtok-e jönni Pestre, mert hogy ott sorsoljuk majd, ez nagyon fontos. Ki tudsz-e ugrani, hogy el tudsz-e ugrani meg a munkahelyedről? Meg tudjuk oldani, igen. Elengeded apád Budapestre? Igen. Na jól van. Oké, örülünk akkor. Jó, még egy kérdést fel kell tennünk, egy nagyon nehéz kérdést a rádióval kapcsolatban. Mit kérdezzünk a rádióval kapcsolatban? Kérlek szépen, van egy nagyon kedves műsorvezető néni a Klassz FM-ben, neked már így kell hívni őt. Mondunk két választási lehetőséget, hétköznap délután dolgozik. Vágó Piros, vagy Vágó István. Jaj, ez nem tudom, csak tudja, bocsánat. Hát mondom, csak tudja. Mindenkitől elnézést. Nem tudom. Aha, na jó, ugyanúgy nehéz. Néni, Piros. Piros vagy István? Apa? Piros. Igen, hát nem tudok elég könnyűt kérdezni, ügyesek voltatok. Néni, Vágó Piros vagy Vágó István. Jó van, gratulálunk, találkozunk pénteken. Jó? Sziasztok, sziasztok, gyertek pénteken. Hello, hello. Na, drága pécsiek, nem elkeseredni, mindenki küldhet SMS-t, mert hogy csütörtökön még az SMS-t küldők közül is választunk egy hallgatót, csak azért, hogy
bárkinek meg legyen az esélye tulajdonképpen nyerni, ne csak annak, aki a helyszínen van. Aki töltött és regisztrált, ennek ellenére küldhet SMS-t egészen nyugodtan. Jó? Nem kizárók a kettő. Úgyhogy írjatok SMS-t, aztán bízatok benne, hogy még csütörtökön egy kicsit szerencsésebbek lesztek, vagy több szerencsébb. Nagyobb szerencsétek lesz, ugye, mint a ugye? Ugye? Fogjunk már, fogjunk már. Én az előbb benyomtam egy répatortát, nem tudom, kitől kaptuk, de nagyon finom volt, annyira lefújtott, hogy most már komolyan mondom, megaludnék. Lehet, hogy bekúszok ide az asztal alá is. Hát figyelj, most úgyis lesz megint egy 4-5 órátok nem, együtt. Nem, akkor te hozod, ha itt alszik az asztal alá. Majd odaadom a kártyát, aztán hunyok egyre. Igen, na gyorsan hívjuk még a nap hallgatóját. Én sem úgy hogy vagytok. Mindenkinek. Ne beszélgessétek ki magatokat, mert ja, tényleg, van, maradjon téma. Milyen? Maradjon téma. Még van, most tényleg a mentő témám eldobtam. Morning show. Az bizony. Hello. Szia. Na, bízunk kamar. Örülünk. Jó van. Dóri. Hello, Dóri. Sziasztok. Hello. Már nem vagy itt? Mert azt írtad, hogy itt voltál a stúdió előtt. Igen, el kellett mennem állásinterjúra. Ó, és sikerült? Tudsz valamit? Hát még nem tudok semmit, de jeleznek majd. Visszajeleznek. Milyen állás ez? Egy sportrecepciós, egy hotelben. Hotelben egy sportrecepciós. Az jól hangzik. Balázs, oda szóljon. Hát el tudja intézni, tudod. Minden megoldunk, Dóri, ha kell, akkor segítünk. Azt írta nekünk, itt voltunk a stúdió előtt a barátommal, azt mondta, hogy a Bocskorikat jobban szereti, már nem a barátom. Dóri, de drága vagy. Egy szép kis ajándékcsomagot adunk neked, mert ilyen kis szellemes voltál. Jó? Köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok. Jó van, azért SMS-t küldjél, megnyerheted az autót, ne felejtsd el. Jó? Jó, egyébként szelfiztem vele. Szelfiztél? Igen. Ja, csak nem tudtad megvárni a végét. Igen, igen, csak el kellett jönnöm. Na majd akkor legközelebb, vagy csütörtökön, jó? Jó, jó. Vagy Esztergom, Győr és Budapest még akár oda is jelz. Puszi, köszönjük, ciao. Szia. Köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Ciao, hello, Dori. Na, még egyszer gyorsan az esztergomi helyszín, Széchenyi tér, Rákóczi tér felüli vége, holnap 6 órakor, Esztergom szűzen érkezünk, ugye, és szeretnénk minél több esztergomi hallgatóval találkozni. Jó, nektek megint nagyon kellemes utazást nagyon kívánok, szépen, köszönjük szépen. Nagy beszélgetéseket, hosszú-hosszú eseménymentes utat, és sok-sok feltöltőkártyás tankolást a különböző... Megoldjuk. Jó, van, már vettem már két gumipókot, hogy ne pattogjak a két ajtó között hátul, majd amikor a Feri megint rallizni kezd. Jó van, drága pécsiek, elbúcsúzunk tőletek, de nagyon szeretünk ám ide jönni. Imádjuk a várost, imádunk benneteket, köszönjük szépen, hogy sokszor, ennyire eljöttetek. Sokszor jövünk, köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Ha valaki nem nyert, ne keseredjen el, hát ez mindig egy lehetőség. Jó, úgyhogy tessék örülni annak, ha valaki majd megnyeri ezt az autót, és esetleg nem ti vagytok, de nem elfelejteni, hogy lehet még SMS küldeni. Jó, puszilunk benneteket, köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Sziasztok, holnap 6-kor jövünk, ciao, ciao, sziasztok. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.